Best of Morning Show. Az elalvásokról és nagy elalvásokról beszélgetünk itt a Morning Show-ban, mert hogy ugye egy érdekes dolog történt egy rakodó munkással az Alaska Airlines rakterében, ahol elvileg azt mondják, hogy simán meghagyhatott volna, aztán kiderült, hogy egy olyan géptípussal utazott, amit ugyanúgy temperálnak, és földi nyomást biztosítanak benne az utastérben. Hát most vannak gépek, ahol elvileg állítólag hideg van, van, ahol már fűtik a csomag teret, nem tudom. Jó, ettől függetlenül nem lennék nyugodt. Nem lennék nyugodt azért, igen. Tehát, hogy ott egy 737-es gép csomagterében elaludni. Ugye arról van szó, hogy ő a kiszolgáló személyzethez tartozott a földön, csak ő elaludt. Bőrönt pakolás közben emberünk, és a többiek nem vették észre, hogy ő alszik, becsukták a gépnek az ajtaját, megkapta a gép a felszállási engedélyt, és egy földi kiszolgálóval együtt a gép felszállt. Azért ott is van egy csapatszellem, nem? Megoljuk se. Kávé? Nem érdekes, ígyunk egy kávét. Vere, de hogy alszol el? Hát ott ugye folyamatosan pakolsz. Jönnek a bőröndök, pakolsz, utána végeztél, leszállsz és elmész a géptől. Hogy tudsz elaludni két bőrönd között? Igen, állítólag az volt, hogy csúszott a gép indulása, ja, tehát volt még egy kis idő, és ő azt érezte, hogy akkor ezt kihasználja. Kint látják, tehát hogy kint lehet, hogy a művezető, vagy nem tudom, a stábnak ott a vezetője, vagy valaki egy ilyen góré, biztos szólt volna neki, hogy azért mégiscsak munkaidő van, egy hét erején már bakker. Érted, szólt volna neki, ezért ő persze, hátul a csomag még bement, hogy egy kicsit majd dob egy hunyót. Alszik egy fél órácskát. És több lett belőle. Aztán több lett belőle. A többiek még nem szóltak. Vagy nem tudták, hogy ott van. Igen, ő elkezdett dörömbölni. Vagy máshol aludtak. Vagy egy másik gépben aludtak. Igen, és a szélrózsa minden irányába felszálltak. Azért ez mi, amikor dörömbölsz, és már hallott, hogy szállsz föl. Nem tudom, hogy ő tudta, hogy ez egy olyan géptípus, ahol nem hűtik le a csomagteret. Fűtött csomagtér van? Ugye, van, ahol igen, van, ahol nem. Tehát, és a légnyomás? Az is itt állítólag ilyen légnyomás kiegyenlítő rendszer volt ott. Igen, a tehát mázia volt. Is, aha, valószínűleg igen. A csomagok megóvása érdekében, de azért ott viszonylag nehezen tudod bekötni magadat. Azért ez megvan, nem? Így éppen száll föl a gép, te meg így csúszod, így hátra, és kapaszkodsz mindenbe, ami egyébként rögzítve van nyilván, de hát ott hol kötöd be magadat? Igen, szegénykém egyébként. Na mindegy, hogy leszállt vele a kapitány, büntetése számíthat, meghurcolták, de azt hitték, hogy terrorista, ugye? Szegény, jó. Azért az nagyon kemény. És ugye arra beszélünk, hogy ki, hogy mikor aludt már el a munkahelyén. De nincs ember, aki ezt legalább egyszer elkerülhette volna. Tehát legalább egyszer neked ebbe belekeresni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy elaludjál. Hogy a katonakorom óta gyakorlatilag bármikor, bárhol. Bármilyen helyzetben el tudok aludni, és ez tényleg így is van. Legutoljára, de rólam köztudomásul, hogy ilyen havonta, két havonta szoktam ápolni a thai-magyar kapcsolatokat egy kis masszázs formájában, legutóbb olajos masszázs közben sikerült elaludnom. Akkor viszont nem volt elég erős a thai kicslány. Az volt, hogy ugye, hát időnként becsúsznak ilyen kisebb-nagyobb problémák, mint például útburkolatjavítás, mondjuk kint az ablak előtt, ami kicsit bezavar az élménybe, vagy krákogó bácsi kettővel mellettem. Most nem volt semmi. És elaludtam, és egyszer csak arra keltem, hogy a szokásos a rángás. Tudod, amikor így, tudod, így beleszentesz, és hallgatod a kis zenét, és akkor azt mondod, és akkor... és így megijedtem, és iszonyatosat rándultam, erre a kislány, sorry, bed. Szegény azt hitt, hogy valami ilyen. Valahol rossz helyre nyúlt, igen. De nem erről volt szó, egyszer csak bedobtam hunyat, aztán elfeledkeztem róla, nyilván így tudat alatt nem volt meg az, hogy éppen most engem masszíroznak, hanem fel kell, érte feljöttem, úristen, hol vagyok ki ez a nő mellettel, mit fog szólni ehhez, Móni? Igen, és miről egy csupa olaj, és miért csúszkál ez itt rajtam, és mi történik rajta? Igen. Hol fagyom? Igen, és ki ez a horkoló öreg ember itt mellettem a másik sarokban. De jó, de azért ez kicsit erről szól. Tehát azért az kevésbé yes. Kellemetlen. Tehát oda a relaxálni megy az ember, nem? Igen. Tehát az önmagadtól való megijedés az inkább a BKV nagyon kellemetlen. Tehát amikor tényleg kézzel-lábbal versz le valakinek egy nagy állast, mert úgy ébredsz föl, hogy nagyon megijed. Hát igen. Az sokkal kell, vagy arra ébredsz, hogy kifolyik a nyálatot. Hányszor ébredtem arra? Aha, a legjobb. Amikor úgy utazol BKV-n, hogy elalszol, ugye nyomorultul, először arra ébredsz, hogy kicsit hátraesik a fejed. És horkolsz, nyilván. Vagy a saját horkolásodra, nagyon kellemetlen. Én nem egyszer ébredtem arra békem, hogy folyik a nyálad. És a legszebb, amikor átdőltél a másikra, és ráfolyik. Igen, és a saját nyálad folyik, és aztán álmodsz valamit, amitől megijedsz, és ordítva felébredsz úgy, hogy tényleg belekarmolsz az előtted ülő, egyébként normálisan utazó ember arcába. És mindenki téged néz. Ott már az szörnyű. De ott nem kipattan a szemed, mert ott üvöltesz egyet. Igen, de az a jobbik, amikor nem, az üvöltés, hát aztán az üvöltés és a csapkodás, na az már a leggázabb, de ilyenkor azt kell csinálni, hogy én szépen így a szemhéjad mögül
picit körbenézel, és úgy csinálsz továbbra is, mintha aludnál. És megvárod, amíg azok szépen lassan leszállnak, hogy ne kelljen szembesülni azokkal a megvető pillantásokkal. Igen, inkább Újpest városközpontán szállsz le, pedig a Ferenciek terénél kellett volna. Igen. Csak hogy ne égjél. Az kellemetlen tud lenni, mondanám. Te is alszol békevén? Fú, hát én rendszeresen, tehát olyan szinten, hazafelé? Hogy... Nem, befelé. Ja, befelé, kérdez, reggel. Befelé, reggel. Hát az, hogy az Ecseri útnál ébredek rendszeresen. Tehát, tényleg? Hogy abszolút, üvöltve ébredsz az Ecseri útnál? Pöttyös utca rekordom, igen, igen. Pöttyös utca, már csukódtak az ajtók, mikor borzasztó. De mi nem teszel magadra egy táblát, hogy kérem ébresszem föl a Népligetnél? Gyakadba akasztod, ha nem ébrednék föl, kérem legyen szíves, ébresszem föl a Népligetnél, köszönöm. De tudod mi, hogy ugyanaz a közönség, és tudják, hogy a Népligetnél, de hát nem mernek meg, gondolják, hogy mi van, hogyha ma a Pöttyös utcáig megy. Igen, ha túl akarsz. Nem mernek fölébreszteni. Ti már így reggel tudjátok, a Pöttyös utcai, abszolút, a Népligeti, a, mit tudom én, a határúti, tehát ezt így vágjátok egymáshoz, igen, 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 ki hol száll le. Hát a... Szűk kis kolónia vagytok szűk, reggel a metrón. Abszolút, de ugyanazok az arcok visszaköszönnek, nyilván vannak új utasok is, de vannak a törzs közönség, igen, és nem mernek szerintem szólni. Hát akkor szólnod kell, mikor belépsz. Jó reggel, igen, megint a Népliget, aha, most igen, elmegyek, húgyok egyet, ne felejtsenek el fölébreszteni. Valaki kajtsen már föl legyen. És a nők is üvöltve ébrednek? Tehát amikor olyat álmodsz, hogy megijedsz, üvöltve ébredsz te is, mint a pasik, mert ugye mi tényleg tudunk úgy kelni, hogy megijedsz, álmodsz valamit, és fölordítasz, és mindenki téged nem néz. Nem mondd, nem volt, hogy felüvöltöttél, hogy nem tudtam, hogy már játszott Balázs! Igen, mindjárt küldöm az ajándékcsomagot, igen. Nem, olyan nem volt, nekem a fejem szokott leesni rendszeresen, tehát volt, mit tudom én, hogy szembe ült velem két kamasrác, és számolták reggel, hogy mit tudom én, a Lehel térnél mennyire járok. 20. Igen, beszélek, hogy Árpád-tídnál, és akkor ugyanez, 20-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 
A Laci, a mi egyik szerkesztőnk, rendszeresen járt régen vonatom. Vecs és Budapest. Négyszer rabolták ki, mert ő annyira mélyen tud aludni. Ezt kérdezzük meg tőle. De négyszer vagy ötször rabolták úgy ki, hogy ő annyira mélyen tud aludni, hogy ő össze, ki leakad a száj, folyik a nyámi, ne? És mindig mindenit elvették a Vecs és Budapesti járaton. Vecsésen laktak a szüleim, most is, és ott volt házuk régen, már nem, és állandóan kirabolták. Tehát szerintem róla már tudták, hogy felszáll, ott jön a csávó, egy perc múlva elalszik, és hülyére rabolták, tehát konkrétan majdnem, hogy a cipőjét is, a nadrágját, a kabátját, mindenét elvitték. És ezt egyszer megcsinálod, kétszer, négyszer rabolták ki, vagy ötször. Szerencsétlen. Azért ahhoz mennyire kell már. Rá már utaztak, igen. És fel se ébredsz, ugye? Tehát ebben az a szép, hogy annyira mélyen alszol. Sem dolgozni jártunk a mezőhegyesi cukorgyárba, még középiskolába, Battonyán jártam. Középiskolába is hetente egyszer át kellett menni harmadikba. És a cukorgyártásnak az egyik mellék terméke az az, hogy nagyon meleg van. De nagyon-nagyon jó idő volt, és télen átmentél, rohadt hideg, hajnali, négykor kellett menni, mindenki kész volt, és mindig elküldtek bennünket karban tartani, kiket szedjük. Karban tartani, ez volt. Ki kellett szedni a munkahengereket, ami ilyen levegővel működött, ilyen cukros trutyiból. Nyilvánvaló, hogy kijött az üstből. És az volt a kedvenc szokásunk, hogy amikor letakarítottad a munkahengert, már nem volt rutyis, akkor szépen egy picit így érezted, hogy hív a munkahenger. Hogy megpihensz rajta. Megpihensz a munkahenger, és az volt, hogy a műszakvezető viszont egy ekkora villáskulcsal, egy ilyen 40 centis villáskulcsal odaóvatoskodott mellé. Rohadék. Nagyon halkan, és ugye fémből volt minden, és fogta ezt a rettetes kulcsot, és egy irgalmatlant rávágott a fejed mellett a vasra, ami hát el tudod képzelni, hogy egyrészt a hangban őrült, másrészt pedig egy óráig így remegett a fejed össze-vissza, és mondta, hogy köszi főnök, megyünk, tudjuk, elaludtunk. De ott rendszeres volt, meleg, jó illat, cukorillat. Igen, a munkahelyen való elalvás a legkellemetlenebb, főleg amikor lebuksz. Tehát, hogy az nagyon kellemetlen tud lenni, amikor a főnök ébreszt, igen. És amikor ráadásul egy picit meg is ágyazol magadnak, tudod, szépen mindent, hogy látszik, hogy ilyen akkurátusan, olyan műgonddal mindent előkészítik el ahhoz, hogy te most ott egy picit fogsz majd héderelni, és feltűnik a műgond. Ez jó, hogy meg más, az tudatos, igen. Mert ott ugye akarod, tehát ott tervezed az alvást, ami a másik, a kiinduló híró, ott megvizsgálja, lehet, hogy véletlenül bealudt a csávó. Na, hát a hallgatóink is írnak nekünk történeteket, hogy ki hol aludt már el. Itt van Balázs. Hello Balázs, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, na, te óvó bácsiként dolgozol, ugye? Igen, így van, egy családi napközibe, ami nem sokára magánóvoda lesz. Na, az jó. Ott azért lehet szunyágatni egy picit, nem? Vagy ilyen titkos 5 perceket? Vagy hogy csinálod? Igen, így van. Szeptemberben kezdtem el dolgozni, aztán... igazából az elején még ezt így hagyták a kolléganőim, tehát hogy ezt kiéljem magam ebbe. De olvasás után picit így beszoktam aludni a gyerekekkel, úgyhogy... Márhogy amikor ők alszanak délután, a mese olvasás, akkor kicsit te is hújsz.
Így van. Neked is van egy külön kis ágyacskád, egy kis poharad, és akkor lefekszel, te nem is leveszed. Nem volt a gyerekeknek, vagy te is neki vetközöl, leveszed a kis cipődöt. Igen, Balázs bácsi, mit csinál? Én is lefekszem mellé, te gyerekek. Csendes pihenő, nekem is. De várjál, mese olvasás közben alszol el, hogy és akkor piroska, körbenézem már mindenki alszik. Nem, olvasok, aztán utána egy picit, így van ilyen a telefonomon egy altatózene, és azt szoktam benyomni, és közben én is beszoktam bóviskolni. De csak ilyen 5 percekre, az volt, hogy 20 percre, volt, hogy 40 percre még az elején, de most már abszolút nem csinálom. És felkelti 40 percet, és a gyerekek a függönyön ment a számháború, paintballal lövöldöztek, és elszabadult a csoportban a hát káosz. Hát a többiek, őket már elvitték a szüleik. Hát 7 óra van, ó, bácsi. És hogy ébredtél fel, vagy ilyenkor kiébreszt? Hát ilyen két és fél órát szoktak aludni a gyerekek, de igazából ez 1 és 3 éves korosztály, tehát ilyen bölcsis korosztály. Aha, hát ez mondja, ez jó. Nagyon kevés nagyobb gyerek van, 3-4 éves, de bölcsis volt, aki így felébresztett. Hát érdekes volt, igen. Felébresztett a bölcsis, de mit csinált? Hát nyomdát nyomott a fejemre aztán. Na, tényleg? Ez egy jó arc a gyerek, tényleg? Oda van, hogy nyomott egy nyomdát a fejedre? Így van, kis szumis kislány, de olyan kis... elég temperamentumos volt, nagyon nehéz volt elaltatni őt, de aztán visszafektettem, úgyhogy nem volt gond. Mit csinál az óvó bácsi? Aha. Nyomok egy nyomdát a fejére, hát ha nem ébred fel. Cigit dugok az orrába, vagy tehát a lábujjai közé. Meggyújtom. Hintőport teszek a popsiára. Na, nálunk így mindennaposak ezek, hogy így összekenjük egymást, picik ezt nagyon élvezik, tehát így, meg főleg velem, mert nagyon engedékeny vagyok velük. Ez jó. Mi bírjuk az óvóbácsikat, ezt már a múltkor is mondtuk, hogy jó az, hogy vannak egyébként, kell a gyerekeknek a férfi energia is, igen. Szerintem sokszor egy pasi sokkal kiegyensúlyozottabb tud lenni, mint egy óvónéni. Így van, így. Ezért is hívtak engem most itt szeptemberben, egy ismerősöm felkeresett, hogy elvégeztem az egyetemet ugye júniusban, és hát akkor ott volt még a nyár, aztán... Mondta, hogy van egy melóhely, ahol tudsz aludni. A végre. A két és fél órát lehet legálisan aludni naponta. Igen. Balázs, köszi, hogy elmondtad. Jó munkát neked. Köszönöm szépen. Ciao. Hello. Én a Vatikánban aludtam el, 2 hét turné után egy kicsit fáradt voltam, arra keltek, hogy a turisták nevetnek és fotóznak. Tamás küldte nekünk. Londonban tartó repülőn aludtam el egy idegen fickó vállán, ebből én annyit érzékeltem, hogy egy nagyon kellemes másfél órát szunyáltam. A barátom leszállás után mondta, hogy te figyelj már, vágod, hogy a faszivállán aludtál végig, és meg se köszönted. Ez Európa, gyerekek. De a Pali egyébként jó arc volt, Tamás. Én azért másfél óra után lehet, hogy szólnék. Nem? Meg nem mersz megmódulni. Te cseréljetek helyet, hogy legalább a másik vállalat is. Hagyj üljek már be az ablak mellé, hogy a jobb vállamon is aludjál egy kicsit, mert itt középen a bal vállam már nagyon-nagyon ki van, igen. Buszadás közben volt pihenőidőm, kicsit fáradt lehettem, mert ahogy rádöltem a kormányra, el is aludtam. Az utasok dörömböltek az ajtón, hogy már 10 perce el kellett volna, hogy induljon a járat, és a kormány csupa nyál volt. Húsz a szatyi küldte nekünk. Azt mondja, hogy buszvezető vagyok, a hosszú pirosnál még álmodni is szoktam. Nagyon helyes. A buszvezető azért van napszöveg, mert az utasok... Igen, a buszvezetőn azért van napszemek, hogy az utasok ne a rózsafűzért szorongatva utazzanak. Írja nekünk egy hallgató. Főiskolám volt, hogy előadás közben elaludt az osztálytársam, úgy, hogy letámasztotta a fejét, de olyan mélyen, hogy nem vett észre, kicsúszik a keze a feje alól. Hirtelen úgy lefejelte a padot, hogy majdnem ketté tört. A feje meg majdnem be. Plusz poén, hogy az igazgató helyettes tartotta az órát, mindenki nagyon röhögött. Szilárd küldte nekünk. Biztonsági őr vagyok. Sok elalvásom volt már, de talán a legérdekesebb egy napközbeni délben történt, kicsik beteg voltam, megágyaztam, tévét néztem, és úgy bealudtam, hogy jött a nagyfőnök, de nem tudott bejönni, felébreszteni, majd felhívta a kisfőnököt, aki telefonon ért el és keltett fel. Azért egy biztonsági őrnek az jó ajánlás, szép, nem? Szép. Annyira alszik, hogy nem tud felkelteni. Nem tudtam beazonosítani, hogy főnök, ha nem engedtem be, hát rendelke mindennek. Vigyázni kell az egységre. Igen. Azt mondja, hogy az országos katasztrófa védelmi épületet újítottuk fel villanyszerelőként. Egyedül töltöttem ügyeletet, a raktárban volt internet plusz laptop plusz XXX film. Aha. Ez az XXX, ez nagykorúaknak szóló, vagy az valami. Elaludtam, majd arra ébredtem, hogy egy vállapos fószer veregeti a vállam, hogy segítsek neki, mert elment az áram az irodájában. Az elég ciki volt. Az azt jelenti, hogy aludtál a pornó előtt, ment a laptopodon a műsor, te meg ráborulva aludtál a klaviatúrára? Belépsz egy ilyenre, azt mondom, mekkora buli volt. Nem? Nézd, alszik. Egy a pornó. Úristen. Igen. Két átbulizott éjjel után állva elaludtam Londinerként a Margit-szigeti hotel bejáratában. Tányérsapkában voltam, horkoltam. Azért az is szép, amikor a Londiner alszik, nem?
Nálam volt olyan hét, amikor majdnem minden nap 13 és 15 óra között beiktatok egy röpke szundit munkaidőben, a székben hátradőlve, egy kicsit diszkréten, vagy pedig kicsit diszkrétebben az asztalomra borulva. Nem szólnak. De te, nem. Na most itt dőj már hátra egy kicsit, hogy föltűnő lenne. Nézd csak. De azt itt csak rászólsz a Janira, nem, hogy hello. Kollégám egy banki call centerben dolgozott. Bement az egyik reggel, fáradt volt, felvette a hívást, egy ügyfél elkezdett beszélni, de már nem jött válasz, mert a srác elaludt. Halló? Halló? Itt van még? Adrián küldte nekünk, azért az is kemény, amikor a call centeres elalszik a másik oldalon, igen. Éjszakás héten beleestem a műanyag alapanyagos konténerbe, és elaludtam. Arra keltem, hogy a felszívós ő beszívta az arcomat, mert a kolléga oda nyomta. LSP küldte nekünk. Ha, igen. Feri, én is mindig izgatott vagyok, de ez már viszont nem arra vonatkozik. Na, ez még a szülinapra csak besárgáztam, igen. Jól van, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Egyébként nagyon sok jön, tehát elalvása, munkahelyi elalvása úgy látszik, hogy a legtöbb hallgatónknak. Tehát nem elég, hogy Magyarország iszik munka közben, ezt ugye ezt múlt héten kiderítettük, így van. Még az is. Lehet, hogy van összefüggés a kettő között. Vagy az egyik, vagy a másik. Igen. Az egyik ismerősöm az utolsó vonattal ment haza Isaszegre. Nagyon fáradt volt, és megkérte a mellette ülő nénit, hogy Isaszeg előtt ébredje fel, ha elaludni. A néni nagyon szívesen megígérte, mert ő úgyis 60-ig utazik. A vége az lett, hogy a srác felriadt, és ő ébresztette a nénit 60-nál, hogy le kell szállnia. Mindenki hallott. Jó. Azért az is nagyon szép, igen. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Na de nézzük, mi történik itthon. Mert itthon is vannak. Itthon is vannak problémák. Kemény dolgok. Kemény dolog jön, tehát ugyanezen a vonalon megyünk tovább. Igen. Végeztek egy kutatást, és megállapították, hogy nem teljesen ezen a vonalon azért, de a kemény dolgok vonalán. Ugyanis kiderült, hogy trükközik és lop a magyar a közértben. Erről most cikkek sorozata jelent meg, és ezek a leleplező cikkek arról szólnak, hogy ki hogy próbál trükközni, lopni, kicsit kevesebbet fizetni a kasszánál, nem csak arról beszélünk. A trükközés és a lopás nem ugyanaz. Kikérem magamnak a trükközők nevében. Ezt kell megvitatni. Mi számít trükközésnek, mi számít lopásnak? Hol van a határ a kettő között? Lehet-e egyáltalán határvonalat húzni? Ha én trükközöm, de nem lopok, csak kevesebb, amit például lemérek. Az lopás, az áruház meglopása, vagy csak trükközés a mérlegelése. Mert kiderült egyébként, hogy ugye letörik a banánszárát, beleesznek a szőlőbe. Milyen jó az. Istenem, ne kezd már megint. Tudom, hogy milyen. De most... Tudom, hogy milyen, hogy lemé... Ne, gyerekek, nem lehet. Fogod a nájlozat, hadd, nyugi. Még el sem mondtam, mit csinálok. Mert fölhúzom magam, már tudom, hogy te milyen vagy. Beleteszed a két szőlőt, két fürt szőlőt az acskóba, leméred. Oda van írva, hogy 600 forint. Ráragasztod azt a rohadt cetlit, majd nem zárod le az acskót, és amíg a kasszáig mész, addig te megeszel fél kilót. Na? És ezzel mi a baj? Ez tök jó, igazad van. Te hülye vagy. Hát ha nem értem, te hülye vagy, hát te aztán tényleg amatőr vagy. Ez próbáltam veled menni, Feri, de... Köszönöm. Nem. Milyen világ az, hogy leméred a szőlőt, lárakod, hogy 600 forint, és utána még megeszed. Még ki is fizeted? Nem, leméred, és még teszel bele. 800 trükköt tudok mondani. Én nem csinálom. De nem ilyen amatőr. Várjál. Lemérem és megeszem. Hát azt mindenki tudja, gyerekek. Na, de most hadd kérdezem meg, hogy ha karfiolt veszel, akkor a karfiolnak a leveléért fizetsz, vagy pedig a rózsáért? A karfiol rózsáért. Én azért fizetek. Tehát én le is tördelem róla. Nem, most lett, hát mi közön csak... van nekem a leveléhez? Hát úgy adják egyben. Tényleg? Sokáig friss maradjon. Akkor azt vedd meg te, Feri. Nekem jó a rózsa, mert én azt fogom megfőzni. Na most ez azért jó, mert tehát a Feri teljesen elutasítja, és abban is van igazság. Vedd meg, fizesd ki, aztán zabáld meg. Te vagy az egyik szélsőség, hogy te leszeded a boltban a karfiolnak a levelét, mert neked a rózsája kell. Én vagyok valahol középen, aki kicsit beleeszik, de azért utána le is méri. De én megkóstolom a szőlőt például az eperben, nem eszem bele, de a szőlőt én megkóstolom. Ha nem olyan, nem eszem. De az azt jelenti, hogy például a magyarok csinálják, hogy letépik a banánnak a csutkáját, és úgy teszi rá a banán. Te is leszeded a banánnak a csutkáját, és mit tudom én, van 6 banán, letöröd a 6 csutkát, és úgy teszed rá a mérlegre? A banánnál nem mindig élek vele, de ha, mit tudom én, egy ilyen 20 centis szár van rajta, akkor nyilván letöri az ember, mert hogy bocsánat, tehát nem a díszítésért fizetsz, nem a dekorációért. Ez nem díszítés, ez a banán része, ember. És megeszed, mit csinálsz vele? Hát semmi, ott fogod meg. Ott a lakótelepen komposztálod? Vagy van valami állat, ami elfogyasztja otthon? De ilyen alapon akkor veszel egy csomag retket, igen, és letöröd a zöldjét, és csak a retket méred le? A retket csomóra adják.
Amik, ahol nem csomóra adják, ja. Mint akkor letöröd és letöröd és úgy méred le. Teljesen egyértelmű. De miért nem hámozod meg a banán? Mit? Miért nem hámozod meg a banán? Ez egy jogos felvetés, nem gondolkodtam még rajta. Szerintem aki próbálom. Hámozd meg a banán, tedd rá meghámozva. Igen, miért csak a húst? Tessék? Hát megtehetném. De hogy tehetnéd? Hát de miért nem? Mert az ízlet is izével együtt, csutkával együtt fizet a banánért, érted? Igen, az az ő bajuk, érted? Hogy nem figyelnek oda. Figyelj, én ezt elég pronyon nyomom, de megnyugtattál, hogy azért mindig. Én már kikapartam a szemeket gránátalmából is a spárba. És lemértem, mint zöldborsó. Mint zöldborsó. Hallod? Most miért fizetsz valójában? Bocsánat, egy mondat. Ha más szóba került a spár, ott a narancssal szoktak ügyeskedni az emberek. Van egy vödrös narancs, amit ők árulnak. Na most abba bele lehet pakolni, nem tudom, 3-5 akárhány, 3 kilót. A magyar nem annyit tesz bele, 8-at. Tudod, hogy egyensúlyozza? Tudod, mit láttam én a spárba? Tudom. Visz egy csomó fogpiszkálót, beleszúrja a narancsba, és azzal rakja rá a narancsot, és nem fog legurulni. És a 3 kiló helyett 6 kilót visszakassza, az mert nem mérik le, mert vödrös narancs egységára van. Gondold el, és ezt saját szememmel láttam. Fogpiszkálókat szúr a narancsba, és arra rakja rá a narancsot. Mekül, mert legurulna. Ha most azt mondod, hogy de jó ötlet. Én oda megyek. Én ezt kicsit szeretem. Na? Én ezt kicsit szeretem. Hát ez annyira élelmes pronyó szerintem, de annyira pronyó. Én nem tudom ezt egyértelműen elítélni. Várjál, az indiai buszjáratokon annyi ember mászik föl rá, amennyi elfér rajta. De nem szögelik oda az mondják embereket. Mondják azt, hogy 30 hely van rajta, és nem szabad már rá fölszállni, még 20-nak. Fie, nagy megfejtés volt nekem, mert én sose értettem, hogy a fenébe tudja ilyen ügyesen minni, hogy nem gurul le. Lopja a fogpiszkálót? Onnan szedi le a porcon? Nem. Otthonra. Hát honnan tudod, egyébként lehet, hogy igen. Ja. Nem tudom egyértelműen adni ezt, hogy ez akkora prostóság. Hát de... Ez ugyanaz, mint a kifli megevés, meg az üdítőbe beleívás, azt nem lopod el, ugye? Csak azt azért, mire odaérsz a kasszához. Nem, az más. Az más. Kifizeted. Aki fizeted. Ha most 5 kifliből egyet megeszel a kasszáig, akkor majd nem fogod azt mondani, hogy jaj, 5 kifli volt. Egyébként ma már 10 közérből 9-be nem mérztem érlegen semmit, hanem a kasszánál mérik le, csak mondom neked. Igen. Én föl tudok sorolni 87 helyet, ahol megszüntették az elmúlt időszakban, az elmúlt 2 hónapban. Nem méred le. Nem engedik már, mert egyébként meg mást mért le, és átcímkézte. Lemértem mondjuk a karfiolt, és nem az volt benne, és a kasszánál nem mindig nézik meg, hanem csak áthúzzák a vonalkódot. Nem, tehát most már a kasszánál mérik. Amikor ráteszed a futószalagra, ott. És mi van, ahol ilyen önkassa van? Az egyik, a Tesco-ban például, igen. Ugye mész ki, van egy rész, ahol elkezdett pakolni, ott tartod alul a mérleget, vagy ott hogy csalsz? Hát ott nem tudom, biztos megvan. Ügyes emberek biztos kitalálták már ezt is. Azt nem tudom, de mondom, sok helyen már nem engedik emiatt. De rosszat ez, aki nem szúrsz, mint tudom én, tényleg fogpiszkálót, az elég pronyó. De rosszat ez, aki leszed bizonyos dolgokat, és úgy méri le? Hát a fogpiszkálom úgyis amatőr, hurkapálcát kell. Több narancs fél. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy leszeded a zöldjét, nem szeded le a zöldjét. A zöldségesnél, ha nem csomagra veszed, akkor ott levágja neked, úgy méri le. Tehát ez egy csomó, pontosan erről van szó. Tehát, hogy a zöldségesnél megkérdezi tőled, hogy zöldje maradjon? Nem. És nem úgy fogja lemérni, hogy rárakja a zöldjét, és utána megkérdezi. Hát, ha már kifizettem, na jó, de nem, nagyon maradjon. De nem jó, méri de le, ez csomóra van. Csomósakat szoktak letépni. Igen, ez a sárga lépes a darabra van. De a karfiolt neked nem szedi? Nem. Bocsánat, ha te zöldségesnél veszek karfiolt, ő nem fogja leszedni neked a rózsákat, igen. És a többit meg kidobni, azért... Hát próbálj meg egyszer meghámozni egy spárba egy görög dínyét, hogy te nem eszed meg a zöldjét. Persze, és kockázd is föl, meg öntsél egy kis kockát. Hát ki tudja, hogy mi lesz, azt meg tudod csinálni. Elnézést, nem szeretem a héját, nem is fizetem ki, de simán meg tud csinálni. Ezért szeretem régen a lékelést például. Aha, meg ezért veszek fél dínyét, mert látom, hogy milyen vastag a héja, érted? Aha, de szerintetek ez mentalitás... Nem a héjáért veszem. Világos. Ez mentalitás vagy anyagi helyzet? Mentalitás. Mentalitás? Ami az anyagi helyzetből is fakadhat. Hát. Jó anyagi helyzetben lévő csinálja meg, mert olyan a mentalitása, vagy azért csinálod meg, mert rászorulsz, vagy a rászoruló nem csinálja meg, de közben megcsinálja olyan, aki egyébként ki tudná fizetni. Hogy van ez? Aha, tehát Jani nem tudja kifizetni a karfiol azon részét, amit ott hagy. De ezért kérdezem, ugye, hogy mentalitás vagy? Is, de hát... De Jani ki tudná fizetni, és mégis meghámozza. Persze, de hát hanem például, mit tudom én, most nem mennél a közértnél, de mit tudom én, a vödrös akciónál az ott van, hogy mit tudom én, az elviekben 5 kilónak kéne beleférnie. De amikor belepakolod, és ugye a formájából adódan kiderül, hogy csak 3 fért bele, akkor persze, hogy addig pakolod, amíg el nem éred az 5 kilót. Érted? De hát, hogy amikor érzed azt, hogy egy picit
Picit a hülyére vagy véve, igen. Igen. De általában az szokott történni, hogy 3 kiló beleférdete 5-öt viszel haza. Így tehát, pontosan ez, tehát úgy, igen. Igen, tehát azért van az, hogy fogpiszkálóval felszurkálod, hogy már így áll érte. De áll a narancs után is szurkálja be a fogpiszkálót. Lerakja, és arra rász, van nála fogpiszkáló, ezt így van, saját szememmel láttam. Aha. Ez a vödör úgy van kitalálva, hogy ebbe bőségesen, ha hely marad, benne van a 3 kiló. Tehát nem úgy találták ki, hogy csurig van, és már egyensúlyozol a narancsokkal, akkor nem, hát ő viszi a zsebébe a fogpiszkálót, szépen, mikor nem néz oda senki, beleszúr 3-4-5 narancsba a fogpiszkát, és arra rá a többi. Nekem ez már nem, tehát ez nem szimpi egyáltalán. Tévét is úgy vettél, Jani, hogy kicsomagoltattad az áruházban, hogy hazavitted, és mondtad, hogy 10%-kal olcsóbb, mert ízét nem kérem a papírt. Mondtam, hogy a hungarocell nem kell, mert az nem újra feldolgozható. A papírt el tudom azért hozni. Lopok, ha én beleszem a szőlőbe, én lopok, és mondjuk nem savanyú, nem. És nem veszek belőle? Nem. De... Na te nem betetetlen, te nem betetetlen. Te most kint már. Vagy ebből, hát te nem vagy benne, te meghámozod a zöldséget. Te meglopod a nagy áru, az, na te nem mondhatod. A két ízét tökéletes mondhatja, hogy az lopás. De te, jó, aki velem vagy a lopáson, és karfiolt hámozol a kassza mellett. Hát tehát, hogy ez nem arról szól, hogy akkor hogy hívják, minden kóstolókat én, osztogatnak. Én azt csinálom, hogy nem, én ez se az igazi. Nem. Jézusom, akkor jártam. De várj, ezt nem így kell elkezdeni. Ott van a barack. Veszem egy falat barackot. Mi az ott? Eper? Nem ismálna? Rámegyek a mállára. Az ott nincs csirke? Aha. Milyen lett? Megkosoltam a szemet. Köszönöm, nem kell. De minden, a szőlőnél én kicsit mindig beleszem. Nézd, ha szigorúan veszünk, nem ehetnél bele egy szupermarketbe egy piacon, én ezért járok piacra, mindent meg lehet kóstolni. Néni odaadja a szilvát, kicsit tudod, megtörni. De tudod, mit gondolok? Megkóstolom, ízlik, megveszem, nem. Mondjad. Hogy mindenki. Hogy, menjek vissza a telefonokat. Menjél vissza a fülkébe. Okay. Nem, de hogy... Vigye, elköltök ott egy csomó pénzt. Igen. Mondom, azért kettőtök között vagyok, tehát azért karfiolt nem hámozok, és nem még. Is viszek mindent. Hát ha karfiolt hámozol, vagy akkor mit, akár, király mit, vagy. Mit hámozol, tök rá, valamelyik rohadmányos zöldséget, amit nem szeretek, tök mindegy. Hogy, de basszus, kiló szőlő 800 forint, nem veszem meg lyukra azért, ha nem finom. Hát vagy ne tegye ki, vagy garantálja, hogy finom, én megkóstolom. Szerintem a multi kibírja. Okay, csak mondjuk a szőlő. De nem, várjál. Nem, te nem. Nem, de nem mondtad azt, hogy nem mondhatod azt, hogy a multi kibírja. Te hámozod a zöldséget, őket, te igen. Semmi. De nem mondhatod, hogy a multi kibírja. Én azt gondolom, hogy bírja elviselni. Belefér. Mibe? Hallottam a múlt évben is, mennyi volt az adózás utáni gyerességük. Hát csak belefér nekik, hogy megeszek 4 kiló szőlőt. De most nem arra gondolom, oda járok, sok pénzt elköltök, hát most ne legyenek már irigyek egy szemsz. Én nem azt mondom, hogy megeszem a joghurtot is. Én nem azt mondom, hogy a gyerek megeszik 4 túrórudit, és mire elér a kasszáig, letagadok belőle 3-at. De belecsippentek a szőlőbe. Én nem azt mondom, hát most, hogy nem értek veled egyet. Tudom, hogy mindenki csak egy szőlőt mondjad. Mondjad az avokádot. Látod, mekkora a magja. Hát persze. 5000 ember megy be mondjuk ilyen boltba. Érted, az több száz kiló szőlő naponta. De minden ember ennyire tökéletes, hogy nem kóstol bele egy kicsit a gyümölcsbe, mert csak a kasszánál, amit kifizetünk, akkor mi rosszak vagyunk, vagy nem vagyunk elég becsületesek. Én megeszem, és a savanyú, én nem veszem meg. Nem veszem meg. De ezt mondjuk csak a szőlővel csinálom, hát ezt már meséltem. Te beleszel a szőlőbe? Nem, én kibontom a tejet, és megkóstolom hát a savanyú. Ha nem savanyú, akkor természetesen most... viszek belőle egy bontatlan. És visszarakod a hűtőbe. Szóval valahol kettőtök között vagyok. Te nem eszel szőlőbe? Nem, én piacon vásárolok. Én ezért ott lehet. Én ezért megyek piacra. Na. Igen, ott megkóstoltok bármit. Na, ezt is megtud. Érted. De tényleg, hol hát ott voltál, nincs semmi a kosodban? Piacon, de úgy bezabáltam. Igen, egy jó fej zöldség, és megengedi. Nekünk is van tök jó fej zöldség, és megkóstoltam, igen, ebből vigyél, ott vigyél. Tehát tök jó, végig lehet enni mindent. És ők ezt szeretik, igen. Na mindegy, jó. Írjanak nekünk most elsősorban nem azok, akik a kassa azon oldalán vannak, hogy vásárolnak, hanem akik ott dolgoznak multiban, zöldséges pultot töltenek föl. Mit látnak? Hogy próbálnak az emberek ügyeskedni? Nem klasszikusan arra gondolunk, hogy tényleg elrakja, mit tudom én, egy 2 joghurtot a zsebébe és megpróbálja kilopni, hanem amikor ilyen apró ügyeskedésen kaptátok őket. Milyen trükközéseket láttak már, vagy láttatok már ki, hogy károsított meg benneteket, jó? Vagy azt a hipert, ahol dolgoztok, a kasszánál, a zöldséges pultnál. Hogy kapjunk Janival újabb trükköket. Na, hát, de mondom, a trükközés és a lopás az nem ugyanaz. De, az teljesen. Hát, elhiszem, ez csak megközelítés kérdés. Nagyon vékony a határvonal. Lopok, de akkor lopok a szőlőbe, te is lopsz az, hogy leveszed a banának a csutkáját. De abba, te, ja. De meglopod az áruházat. Az áruház kifizette az, a banánt. Igen. Érted? Akkor rátette a hasznát, és te abból lecsíped a izéket, a végeket, tehát 1 kilón 5 dekát fogsz, de azt ellopod az áruháztól. Na mindjárt megírják a hallgatók, hogy mi a helyzet, jó? A multinak belefér.
Ugye milyen jó érvelés? Most már másra az eszem. Arról beszélgettünk, hogy ugye különböző kutatások jelennek meg arról, hogy lop a magyar a boltból. Ez alapjában egy elég szomorú valóságot tükröz. Nyilván sokan teszik azért talán, mert nem engedhetnek meg maguknak bizonyos dolgot, bár én azt hiszem inkább, hogy ez egyfajta szokás kérdése, mentalitás kérdése, hogy ki mit lop el, bekeni magát dezodorral, mint a befújja magát parfümmel, vagy megeszik három kiflit, amíg odaér a kasszához és nem fizeti ki, vagy meghámozza a banánt, ott hagyja a csutkáját, vagy a meghámozást már, azért mi szőttük bele együtt, tehát leveszi a csutkáját, vagy meghámozza a karfiolt, vagy nem tudom, vagy például én beleeszem ugye kicsit a szőlőbe, nagyon más bűnöm nincs, mint egy kiflit a gyerek elmajszol, vagy egy turorút, de bejelentjük, tehát hogy nem ilyen fajta lopás nincs, hogy mi számít annak, honnantól károsítod meg a multit, a hipert, a piacost, a kisboltost, és mi az, ami még belefér, ugye erről beszélgettünk. Az a rész, amit te mondtál, hogy van, akik ugye anyagi okok miatt teszik ezt meg, azt megértem, csak például, illetve nyilván nem tudja az ember akkor se elfogadni, de hogy... Persze, nyilván nem lehet hogy semmi körülmények között, persze. Hogy akkor miért a bélszínre mész rá? Persze, nyilván, igen, most azért a vidámabb részét fogjuk meg, hogy ne a sokszor szomorú magyar valósággal foglalkozzunk, hanem arról, hogy egyébként olyan emberek, akik kifizethetnék, hogy próbálnak trükközni, hogy okoskodsz a gumicukros részlegnél, a pisztáciás részlegnél, hogy lenne pénzed, de mégis hogy próbálsz trükközni. Hát itt mindenkinek a saját belső hangja alapján kell elítélni, megítélni, nem akarunk mi senki felett ítélkezni. Nyilván a lopást azt igen. Na, tehát, a könyves, tehát a lopni nem jó. A könyves rész mi miért megérte? Vagy ki a lopást elítéljük, tehát az minden körülmények között. Te? A könyves részt megérted, ami történik, meg újságos bemész, nagy bevásárló, balra rögtön ott vannak a könyvek, újságok, emberünk bemegy. Tökéletes. Megáll. Rólam beszélsz. Mondd tovább, mert ez én leszek, igen. Ne szórakozz. Mondd, már. Tudom, mit akarsz. Fogod mondani. A könyvet, igen? És állva kiolvasod. De betűír így vagy? Ez könyvtár, ezt úgy hívják. Betűír így vagy? Van könyvtár, lehet menni. Mennyi az, vedd meg a hülye filéidet, meg a halaidat, meg a sonkáidat. Úgyse olvasok könyvet, hülye gyerek. Egyrészt úgyse, hogy olvassak én ott a másik oldalon? Hát miért zavar az téged, hogy én beleolvasok. Én van egy csomó ilyen könyv, Viki elmegy a gyerekkel, és én meg szoktam állni. És akkor szépen nem csak heti lapok, hanem napi lapok, hanem könyvek is. Kicsit beleolvasok, sőt, láttam az egyik hiperben, leraktak székeket. Kicsit ülni. Mennek a Libri és az Alexandra után hát tudsz jogos. Hát a könyvesbolt, Feri, a könyvesboltokban sem lefoliázva árulják azokat a könyveket. Miért zavar, hogy beleolvasok? Értelek, igen. Ott mindig van egy olvasó példány elől, ha észrevetted már a könyvesboltokban, de a normál könyvesboltban úgy, hogy egyet akkor kibontanak. Akkor én nem normálakba járok, mert ott egyébként millió számra vannak olyan könyvek, amik mindegyikbe bele lehet lapozni. Őket. Nem most nem a belelapozás. Én van úgy, hogy megfogok egy heti lapot, kicsit megnézem, kiott vásárol a gyerek, egy cikket elolvasok, nem veszem meg. De nem azért, mert mondjuk most nem tudnék megnézni HVG-t, vagy egy Magyar Narancsot, hanem azt mondom, hogy elolvasom, érdekel, de most nincs kedvem ezt megvásárolni, vagy megveszem másod. Én könyvekbe is beleolvasok. Megveszem a News-is magazint, kimész vele a WC-re. Persze! Vissza, csak olvasni, viszem, hogy hozom igen. Viki, vedd meg a gyereknek a túrót, amit szeret, mindjárt jövök. Azt láttam egy dörbögödömötöt. Elmentem a budira, persze, és elmegyek időkám. De ez miért baj? Hát ez egy kicsit beleolvas. Nem veszek meg minden könyvet, amiben beleolvasok. Hát el kell döntenem, hogy tetszik-e. Hát nem most... a beleolvasás, a kiolvasás. Hatozik, közben egy lopott túró Rudival összekened a 8-14. oldalig. Igen, mágián ebben a témában. Nem égszel, hát most csak engem, az igazságot engem eltüzeltek, mondjuk. Mint Dózsát, érted? Mondjuk téged veled együtt égek a mágián. Az a baj, hogy mind a kettők máshogy ég, érted? Egyiket parázsra rakják, másikat tényleg mágiára állítják, érted? A harmadikat. Hogy hívják, villamosszékbe küldik, de én például, én is mindig belolvasok, meg belelapozok a könyvekbe. Azt nézem, és ezt a kulát, és visszateszem, érted, és nem fogom megvenni, érted? Persze. Hát a megnézés, az áru ellenőrzés, az más, mint hogy ott állsz egy napot, és kiolvasod. Meg ha valami itt tudom, sporttémájú könyv van, akkor látom, hogy van egy gyakorlat, amit nem ismerek, nem tudom, hogy gyorsan kifotózzon belőle. Na, az kicsit pronyó. Az kicsit pronyó. Itt van velünk Krisztián. Halló Krisztián, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Na, te árulsz Krisztián, vagy te boltban dolgozol? A szülők a Váci piacon dolgoznak. Na, igen, mi a trükközés, vagy mit csinálnak a vásárlók? Próbálkoznak, teszik is a dolgukat, amik szerintük a dolguk. Például a Janitól kérdezni, a karfiol, hogyha nem lenne rajta a torzsája, akkor megvennéd, Jani? Nem, mert akkor már nem biztos, hogy free. Na, látom, ugye? Azért nem vennéd meg, mert azt hinnéd, hogy nem friss. Azért, mert nem úgy szoktad meg. Azért, mert gondolkodna, hogy miért van ez így. Uborkát se hámozzuk meg a piacon. Jó, de amikor 30 dekás torzsa van rajta, hát csak nem viszem haza. Régebben hazavittem, mert voltak nyulaink.
Én nem viszed haza. Lehet, hogy az is finom. Megfőzni, de egyszer kiderül, hogy az is ízlik. Sokat kell főzni, nagyon sok gáz fogy. De azért nem viszed haza egyébként 10 forinttal drágább, vagy azért nem viszed haza, mert fölösleges? De ha fölösleges, akkor szólsz a piacon, hogy legyen szíves, vágja le a zöldjét, és levágja, és kidobja. Igen, de mérés után vágja le, tudod, a Janit azzal varja. Igen. De persze, hogy mérés persze, után. Mérés én ugyanezt mondom, hogy neked ki kellett fizetni. Azért valljuk be őszintén, ez a vásárlók meg a zöldségesek között ez egy ilyen kis finom harcocska. Tehát egyik is trükközik, a másik is trükközik. Hát, igen, te leszeded a zöldjét, neki viszont többet mér a mérleg. Hagyjuk, hagyj válaszoljon. Vajjál, gyermekem. Mennyivel mér többet anyád mérlege? Ugye? Én leszedem a zöldjét, te viszont 20 dekával többet mérsz. Tehát, hogy... Nem mér többet, mert egyszerűen azt nem lehet, mert a országos mérésügyi hivatal, meg amikor APEC ellenőrzés van mondjuk havonta, fél évente, akkor mérlegeket is ellenőrzik, és egyetlen egy ilyen mérleggel való csalási óriási büntetéseket lehetne fizetni. Hát ne is csaljatok, az jó. Így persze. Van. Hát, nyilván, de hát az a szeresztő, bármikor vissza lehet mérni az árut. De bármikor. Jó. Trükköznek a vevők, amikor az alma kivarrakva három-négyféle alma egymás mellé, és hát van a kisebb, a nagyobb, a közepes, és akkor azt mondja, hogy ezt az olcsóbbból vette. És látjuk, hogy a legnagyobb méretű, a legszebb alma, az nem a legolcsóbb van. És ebben cserélgeti. De például a hentesnél se kérte, hogy a csirke combból vegye ki a csontot, mert hát azt úgy cserszed meg. Hát igen. Hát igen, de ugyanakkor vannak például ezek a látványzöldségesek, ugye, ahol nagyon szépen ki vannak rakva előre a gyönyörű szép áru, tényleg fantasztikusan néz ki minden, aztán mögül lepakolja tele az acskót. Ez most hogy jön ide, most ne akarod a simlidet érted leplezni. Nem mögül le, a gyümölcsöt is mindent úgy kerek, ahogy a ládában van sorba, föntről lefele haladva, mert ha mindenki csak túrná az epret, a barackot, a paradicsomot, akkor végén csak az maradna ott, amit te se venné meg. Jó, tegyük hozzá, hogy azért ez a vödrös tanács is egy érdekes kérdés. Mert egyrészt vannak olyan dolgok, vagy vannak olyan hiperek, ahol évről évre kisebb a vödör, ne felejtsük el. Kettő, hogy 5 kilót ígér, de ha azt a vödröt telerakod, mindennel együtt négy-egy tornyot építettél. Végén már ilyen százszor szépes cserepeket raknak ki, tudod, hogy... És csak 3 kiló a vödör a teren narancsal. Tehát, hogy azért ez a vödrös narancs sok helyen is azért véleményes egyébként, hogy 5 kiló egy vödörbe. Igen. Ez egy hiper, mi piacon dolgunk. Tudom. Oké, menjünk el tovább, mert van még hallgatunk. Köszi, hogy elmondtad. Jó munkát nektek. Ciao, hello Krisztián. Itt van velünk Péter. Hello Péter, jó reggel. Sziasztok, hello, jó reggel. Te osztályvezető voltál egy hiperben? Igen, francia hiperben voltam osztályvezető. Ó, hát akkor te tudsz történeteket mondani. Elég sokat. Van egy nagyon szép történetünk. Ez igaz, hogy nem nálunk történt Franciaországban, de hát ez a csúcs nálam. Itt nagyon jó szituációt, úriember állt a kosszánál, és csak azt látta a pénztáros, hogy folyik a fejéből a vér. Óriási sikítozás van, hívják a biztonsági szolgálatot. Hát kiderült, hogy az úriember az bélszint akart lopni, berakta a kalapja alá, és a melegben elkezdett olvadni, és a húslé folyt ki belőle. Na most ugye itt jön a kérdés, hogy aki rászorul, igen, az valószínűleg nem bélszint lop, vagy ha bélszint lop, akkor valószínűleg nem igazi rászoruló, hanem... Nyilván ez Franciaországban történt, de hát ilyen apróságok vannak, amikor a kasszánál ugye mindenféle kellemetlenségek vannak, nézegetik a fogkrémeket például azért, mert a dobozban ugye gyakori, hogy kicserélgetik. Nyilván az olcsó fogkrém helyett a dobozosból berakják a drágábbat. Akkor nagyon sok esetben megfordult az is, hogy apró, de értékes termékeket, vitaminokat, édesítő tablettákat, azokat fogták és beöntötték egy nejlontacskóba a kisebbükbe, és akkor úgy visték ki. Nagyon sok olyan volt, amikor drágább termékeket is próbáltak, például diszperzites vödör folyik rajta a festék, hát senki nem értette, hogy miért azt akarja elvinni. Hát kiderült, hogy egy ilyen lezárható önzárós nejlonzacskóban videókamerát rakott bele. És ugye folyt kifelé, összevisz, hogy belerakta a festékes bőrömbe a videókamerát? A videókamerát lezárható nejlonzacskóban, hogy nem folyt bele. Viszont jó, kiszorította a többi festéket, azt folytazom. Mondjuk azért azt valljuk be, hogy ez nem a trükközés, ez nem, igen, ez most egy kicsit elmentik, ez már a konkrét lopások kategória. Ez már a lopás kategória. Igen, arról beszélünk, hogy mi az, ami, ugye ez nagyon, nagyon vékony, ugye ez az ősvény, de hogy mi az, ami még belefér, kicsit trükközött, de még nem lopás, hát morális szempontból. Ugyan megkérdőjelezhető, de nem egyértelmű lopás. A lopást totálisan elítéljük. Azt, és én megmondom őszintén, például a bolti tolvajok miatt csinálom azt, és megint persze éleszek a hogy hívják, a hunyó ebből a szemben, illetve nem. Tényleg az van, hogy itt veszek például ilyen tasakos cuccokat, mondjuk 10 darab van.
egy dobozba, én mindig megnézem, hogy megvan-e a 10. Hát ezt nyilván meg kell, tehát tojásnál is megnézed. Amikor megszámolom, már várom egyébként, hogy mikor fognak rajta kapni valamelyik barkácsáruházban. Igen. Köszi, hogy elmondtad ezeket, Péter. Köszi, ciao. Figyelj csak, és hallgató kérdezi, hogy a könyvet, hogyha nem volt időt kiolvasni, akkor behajtod a szélét. Tényleg, igaza van egy hallgatónak, téged nem sokára a KDNP-be fogunk viszont látni. Behajtod a szélét, visszateszed, hogy holnap, amikor jött. Persze, 26. oldalon tartottam, és megnézem, hogy 10 oldalt mindig elolvasok a kedvenc bukopszikönyvemből, azért meg nem veszem 1500 forintért, csak elolvasom, igen. Hát. Én azért azt bírnám, hogy valaki visszajár, és szépen lassan kiolvassa a háború és békét. Miért zavar? Tehát te válogatsz, én nem tartalak föl, nem állok beléd, ki tudsz kerülni, én ott állok a kis tetyomba, a kis könyves pultomnál, és beleolvasok egy könyv, hogy most meg akarom-e venni az új, nem tudom milyen Ken Follett könyvet, menet. És megnézem, hogy miről szól, kicsit beleolvasok, tetszik-e nyelvezete, nem tudod megvenni a nyomorúságos hátszínedet hétvégére? Tudod, az utadba állok én a rohadmányos halapultodnak? Most irigy lett tőle az élmény, hogy egész nap körömrágva várja, hogy megtudja véletlenül, hogy az új Leslie Reisben a Finch a szemébe. Hogy a buddhista szerzetesek azok vajon tényleg megtalálják az eldugott kint? Igazi ilyen izé vagy te, aki tényleg kicsit úgy kerülsz ki engem, amíg olvasok, hogy meglöksz direkt, hogy így jaj, bocsánat, igen, nem vettem, hogy én ne olvasom, te még betűrigy is vagy, közben nincs is ott dolgod, mert halaspultba akarsz éppen belefejem. Meg hát nem tudok olvasni. Az azért nem így van. Angliában egy hölgynek a kézitáskája ki volt bélelve nejlonnal, testápolót boldogan nyomta bele a polcok mögött. Gyerekek, ez Anglia egyébként. Jó, de trükközős SMS-eket nézzünk. Azt mondja, hogy több százezeres kár évente karfiol, kelkáposzta, szőlő, eper, banán, Ernő a boltvezető írta ezt nekünk. Sorok között dezodorral befújás, oké, ez inkább ugye már azért erősen a lopás kategória. Édesanyám Zossamban dolgozott pénztárosként, a dagadt apuka a kisfiával zabáltatta a somlóit a bolt közepén, kifelé pedig a pénztárnál reklamált, hogy a kanalat miért nem adták oda a somlóihoz. Bezzeg a Tesco somlóihoz, jár a műanyag kanál. És kicsit sértődöttem mentek el. Igen, kimérős részleg az egyik hiperben, a nagymama a gyereket beültette a mogyoróhoz, amíg a mama vásárolt, a gyerek jól lakott. Üdönke a magyaros pulthoz, zabált magad hülyére, jön mindjárt nagyanyád, elmegy bevásárolni. Büdös kölök, nem mozdulsz el, innen zabálsz. A héját meg nem köbdössük, itted vissza szépen a jók közé. Igen, olcsó fokrémes dobozba átteszik a drága fokrémet. Oké, írja nekünk egy hallgató, Laca, közé. Egyszer az egyik multiban a mellettem álló vásárló levet egy üveg ketchupot, feltépte, a kupakot beleívott, majd visszatette a polcra. Ketchupot inni azért az már tényleg. És loktam, mint hal a szacsorban. Azóta mindig megnézem mindenről, hogy bontatlan-e, Adrián küldte nekünk. Hát ti is tudjátok egyébként, hogy az emberek nagyrészt tényleg úgy vásárol, hogy soha nem az elsőt viszed el, ami ki van rakva a polcra, mindig mögé nyúlsz, és onnan veszed el. Én bevállalom mindig az ügyeletes rossz szerepét. De amikor elmész, és mondjuk ott vagy a pisztáciánál, a mogyorónál, a gumicukornál, nem mondd, hogy nem eszel bele. Nem eszem bele. De igen. De nem. De kicsit azért de nem, van. Nem fizet, nem azért van. De azért van, hogy beleted az rohadt zacskóba, lemérd és kifizet. Gyerekek, egy falat pisztácia, egy falat mogyoró, egy kicsi gumicukor, hát nem vagy, emberek vagyunk, hát vétkezünk. Mm-hmm. Nem? Hát dehogy. Mondja, Benikém. Muki! Jövök már, Viki. Mikor már elkezdődöm, minek vetted nem? Nem, azért paraszt nem vagyok, csak ez. Ja, nem, oda nem hányok. Cigány útra ment ez a rohadt gumicukor. Nem, azért belefulladni, nem fulladok be, de beleeszem. Én a mogyoróba is, egy falatot. Igen, hát emberek vagyunk, hát nem, tehát igen. Figyelj, oda-vissza mennek ezek a trükközések, tehát ez annyira egyértelmű. Hát csak nem fogod megvenni. Ez, volt már olyan, hogy rám szóltak, hogy ne mögül levegyem ki a felvágottat, ilyen erőcsomagolt felvágottat, ne előre, ne hátulra, hanem előről. Mert akkor az első nem fogy, de mondom, az egy nap múlva lejár. Ennyit nem tudok megenni egy nap alatt, érted? De hogy a... Hát bocsánat, hát én vagyok a vevő, akkor nem kéne kirakni. Szerintem, igen, meg szerintem az alja menekülsz, ott van. Menekülsz, mi? Most visszatámadsz. Szerintem lopni akkor lopnék, ha fognék egy adag pisztáciát, nagyot, rányomnám a mogyorócetlit, kivenném. Az aljas. Aha. De most kétszem kóstoló mogyoró. Éppként engem egyszer egy kétszem hiperben... Kétszem a bolaró a dinnyéből. Na, te! Jó, igaz. Te a szíved szerint tényleg a görög dinnyét is meghámoznád. Okay, jó. És így kicsit csurognak, kicsit csöpögnek, és a pirosat így vinnéd egy ilyen masszában a pultot. Elnézést, még 4 léket tudnád? Szóval te ne, a Feri dubálhat, veled együtt én pokorra kerülök, az biztos. Egyszer egy hiperben dolgozó barátom elmondta, ezt én már elmondtam, de azért mindig elmondom, hogy a mogyoró a
pisztácia, a gumicukor, a műzli, a tudják, hogy beleszel. Aha, igen. Benne van, tudják, az, hogy benne van, ugye? És kicsit benne van, mert azt mondják, hogy ha ma beleszel, holnap is hozzánk jössz vásárolni, és egyébként egy csomó minden mást megveszel, ami nekünk jó. Aha. Tehát kvázi policyként ezt így kirakják, nyilván nem az, hogy két ízé bevásárló szatyorba viszed ki a mogyorot, és tele ütöd. Én ugye ezt hallottam a handicamekről. Kettő-három mindig benne van. Ezért is szuszakoltam bele a diszperzites vödörbe. Nem azt mondom, hogy lopjuk, mert azt elítéljük, de hogy egy falatot beleszel, azt hogy beleszámolják. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Foglalkozunk akkor a témával, amit ígértünk, mert hogy tegnap egy érdekes dologgal foglalkoztunk, ugye kiderült egy magyar kutatásból, hogy a magyarok szeretnek lopni hiperekben, üzletekben, a magyar ember lop. Ez így szörnyű egyébként olvasni, nyilván ha az ember azt mondja, hogy valaki rászorul és lop, adan szomorú, de egyszerűen ez megbocsáthatatlan akkor is. Tehát a lopás semmilyen körülmények között nem egy jó dolog. Mégis kiderült, hogy a magyarok azért szeretnek ugye üzletekben lopni, ügyeskedni, trükközni. Mi nem a konkrét lopásokat néztük meg tegnap, hanem a trükközést. Hogy trükközöl, hogy csalsz egy kicsit a mérleggel, hogy eszel bele a mogyoróba, most nyilván az is az áruházláncia megeszed ellopott, de nem a klasszikus lopásokat néztük, hogy diszperzites vödörbe beleteszed ugye a videókamerát. Nem erre gondoltunk. És azt láttuk, hogy megcsináljuk a fordítottját, vagyis arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit írnak nekünk a kereskedelemben dolgozó hallgatóink. Hiperek, vezetők, igazgatók, árufeltöltők, eladók, hentesek, zöldségesek. Nem csak hiper, nem akarjuk őket bántani, hanem bármilyen kis üzletben, zöldségesben, éjjel-nappaliban dolgozó árufeltöltő, eladó tulajdonos, milyen trükkök vannak arra, hogy bennünket megvezessenek? A felvágottas pultnál, a lejárt termékeknél, a leárazásnál, az ásványvizek kihelyezésénél, a polcoknál, a grillcsirkénél, a szaláminál. Hát elképesztő dolgokat hallasz, hogy hogyan vesznek rá, hogy vedd meg ezt inkább, ne azt, hogyan vetetnek meg veled valamit, ami már lejárt, vagy nem sokára lejár, milyen trükkök vannak? Erről beszélgetünk, van és várjuk az SMS-eket. Van állítólag olyan mérleg, én ezt most hallottam néhány hónappal ezelőtt, és ez azért érdekes, mert tegnap pont mesélte az ellenkezőjét a hallgató a dolognak, hogy ő föltesz mondjuk egy kiló nyi almát, és kicsit alá tart a mérlegnek, hogy kevesebbet mutasson. Most jön a viszálya a dolognak, és ezzel leszünk majd nullán, figyeljetek, mert állítólag van olyan mérleg egyes boltokban, amit úgy lőnek be, hogy amikor te 90 dekát teszel rá, akkor ő már egy kilót mutasson. Tehát azt mondod, hogy te egy kilót akarsz venni valamiből, fölpakolod, az ténylegesen csak mitén 90 deka. És minden kilón fognak 10 dekát. 10 dekát, igen, de nem fognak, mert ugye... Ja, tényleg. Ő meg visszacsalja. Tehát mit csinál? Mit csinál? Nullán van. Manuális korrekció. Igen, manuális korrekció van a dologban, és így aztán nullán van, de egyébként hát nyilván nem mindenki csal a mérésnél. Hogyne, ezt mindig mondjuk el, hogy vannak becsületes eladók, illetve üzletláncok. Van, aki 20 dekát tol fel az ujjába. Igen, zöldségesek eladók, tehát nem általánosítunk soha, apró trükkökre vagyunk kíváncsiak a vásárlók érdekében, de nem általánosítunk. Ez egy jó trükk, igen. Én a szaláminál és a felvágottas pultnál hallok rémdrámákat, ugye az már szinte közhelyszerű, hogy mit tudom én, milyen húsokat mosol le te ecetes vízzel, mint például a virsit lemosod ecetes vízzel, az újra csillog, szép lesz, gyönyörű lesz, lemosol róla mindent. Vagy a pajzert, illetve már nem vagy csillog, a párizsit. Igen. Mert hogy általában ettől a kis nyákos anyagtól, ami ugye az állásból termelődik, attól válik ilyen csillogóvá felületet, abban a pillanatban, ahogy szépen lemostod, már újra megint egy kicsit ilyen szárazabb a tapintása. Én azt hallottam, hogy a felvágottnál például úgy próbálják veled megvetetni a régit, hogy lerakják a felvágottat, amit te nem látsz mondjuk, de nem egymás után, hanem toronyba. És a toronynak a tetejére mindig egy darab frisset tesznek, de a torony önmagában már nem a friss. Aha. És akkor te kérsz belőle. És te ránézel, és azt látod, hogy a torony teteje gyönyörű friss, ugye látod azért, ha egy kicsit ugye már a sonka zöldül, mit tudom én, de a torony teteje mindig friss. A torony alatt, vagy a friss alatt azonban mindig ott van 20-30 dek, amennyit kérsz a régiből. Azt leszedik, leadják neked, te otthon látod már a színkülönbséget, akkor már nem tudsz nagyon mit csinálni, és mindig az tetejére rátesznek egy újabb frisset. Mekkora ötlet? Takarólemez tesznek a felvágottra, így képzik ki az eladókat, hogy tegye rá a tetejére a takarólemezt, tűnjön frissnek, alatta azonban először tett ki azt, ami nem sokára lejár. Nem gondolnád, nem? Olyan kicsi, apró praktikák vannak, hihetetlen ügyes, ugye? Nagyon. A például a felvágott elejét, végét olcsóban kéne adják? Hát... Mert ez még nem trükközés, csak így eszembe jutott, hogy mondtad a felvágottakat. Tulajdonképpen ugyanarról a termékről szól, csak hát összefelé mondjuk... megy. Igen. Itt van Robi, aki egy... áruházláncban dolgozott, mindegy is, hogy melyik, nem is akarunk nevet hallani, nem erről szól ez a dolog. Évekig osztályvezetőként, jól mondom, Robi, hello? Sziasztok, igen, készletgazdálkodási osztályvezető voltam. Készletgazdálkodási osztályvezető, milyen hivatalosan hangzik ez. Igen. Ez mit jelent?
Hát igazából rajtam függött az, hogy milyen termék kerül be, milyen terméket kell kifuttatni, mi az, amit már nem fogunk árulni, mi az, ami le fog járni. Hú, hát minden akkor te élet halálúra voltál, hát hogy mi kerül be, mi nem kerül be, azért az nagy, nagy, nagy hatalom, nem? Igen, így is fogalmazhatunk. Na, majd nekünk trükköket, hol vágnak át, mit csinálnak, mire kell figyelnünk vásárlóként? Igazából ez az átvágás, én ezt inkább megtévesztésnek mondanám. Lehet, hogy az a jó szó. Hogy is mondjam, igazából a nagyon nagy hiperekben, ahol én dolgoztam, az is 12.000 négyzetméter. Hát vannak különböző olyan helyek, ahol a vásárlóknak nagyon nagy százaléka megfordul. Mondjuk 90% megfordul egy Golden Cross elnevezésű helyen, ahol két fontos fősor találkozik. Na most az olyan termékeket, amik például közeli lejáratosak, de ne frissárulra gondoljatok, tehát nem ilyen felvágott meg ilyenek, hanem mondjuk liszt, vagy tészta, vagy bármi csoki ilyenek, azokat kihelyezik ilyen helyekre. Na most a magyar emberek olyanok, hogyha akciót látnak, még a 2 forinttal olcsóbb, akkor is már egyből rámennek. És szép nagy marketingekkel ellátva, az ilyen helyeken, hogyha kirakják azokat a termékeket, amik nem sokára lejárnak, akkor az 99% hogy az el fog fogyni. Hát ez egy nagy csősze, igen, az akció olcsóbb, és akkor azonnal rá. Igen. Igen, az ember. Az a csúnya ebbe, hogy a régi járat azt kiírják pici betűvel, az új járat hatalmassal, az akciót az még nagyobbal, és hogyha jól megnézed az árat, akkor nagyon sokszor, hát szinte semmi akció nincsen rajta, csak egy pici, éppen hogy törvényileg ne lehessen belekötni, tehát tényleg olcsóbb, de annyival nem, hogy az meg is érje. Uh-huh. A másik ilyen alternatíva, vannak olyan termékek, amik nem annyira fogynak az áruházba. Viszont, hogyha bemész egy boltba, ugye ez ilyen tömegvonzás, hogyha valaki vásárol valamit, és sokan veszik, akkor az biztos, hogy jó, tehát te is azt fogod venni. Na most, nagyon sok áruházban csinálják azt, hogy egymás mellett van mondjuk 3 olyan termék, ami ugyanolyan kategóriába tartozik. Abból 2 jó a fogy, 1 nem annyira. Szépen fognak egy diákot, vagy egy bárkit, erre a célra, aki megfelel, tehát nem egy normál dolgozót, ezért ne vegyék ki a láncból, neki az a dolga csak, hogy a jól fogyó termékeket folyamatosan teljesen feltöltse, a kevésbé fogyó, az pedig hát úgy helyek közel van feltöltve, mint hogyha az fogyna a legjobban. Jó, de okos, de jó, ezt nem ismertem. Tehát ami nem fogy, abból elvesztek, ami nagyon fogy, az föltöltitek, kvázi én azért nyúlok oda teljesen tudatalattilag, vagy tudattalanul, mert azt látom, hogy abból vittek sokat, valószínű ez a jó van, 8 darab tejföl, ahhoz nyúlok, mert azt sokan vitték. Pontosan. Milyen okos? Ezt nem ismertem. Ez nagyon jó. Igen, de ugye még hogy hova lehet kirakni olyan terméket, amivel bajban lenne az áruház, melyik az a hely, ahol minden vásárló megfordul? Ugye 2 ilyen hely van, az egyik a bejárat, de a bejáratnál meg mindenki össze-vissza van fejben, rohan A-ból B-be, akkor azt a sornál viszont mindig várakozni kell, ugye, mert mindig hosszú a sor, ezért ott is szépen nagyon ki lehet pakolni az ilyen termékeket, amikkel ilyen probléma lehet. Na most még, hogy mivel egyébként az előbb beszéltetek a mérleg dologról, hát én igazából több olyan helyen is voltam már, ahol lehetne csalni a mérleggel, de abban az áruházláncban én dolgoztam, pont azért, mert nagyon sok veszteséget okozott az áruháznak az, hogy lemértek, mit tudom én, a legdrágább almából 1 kilót, és a legolcsóbbnak a címkéjét rakták rá, ezért ott már bevezették azt a húsoknál és meg minden egyéb dolognál, hogy a kasszásnak kötelessége lemérni újra. Hogy újra mér a kasszás, ezt igen. Hát ez egyébként érthető, a magyar ember azért annyit csalt, hogy ez szerintem tök jogos, hogy a kasszánál mérnek. Ez nem működik ebben az országban, hogy mér le és ragaz rá. Tehát ez olyan, mint a becsületkassa, ez nincs. Meg lemérem a legdrágább almát, nyomok egyet a legolcsóbbra rárakom. Tehát ez érthető azért, ebben meg kell védeni őket. Persze. Egyet mondanék, amire én már azt mondanám, hogy hát az már szerintem szemtelen dolog. Mondok egy példát. Mondjuk van egy chips, amiből rengeteg van a központi raktárban. El kéne fogyasztani. Na most ez a chips, tegyük fel, 99 forintba kerül. A szabideje az még nem annyira közeli, de nem fog elfogyni addigra, mivel lejár, mert ugye látják a fogyásokat. Na most azt csinálják ilyen esetben, hogy mindig ugye vannak akciós újságok, amiket meghirdetnek már előre. Na most ezt a 99 forintos chipsnek az árát felemelik 129-re, 2 héttel az akció előtt, utána az akció hetében pedig kiírják, hogy 129 forint helyett most a 99 forint, tehát igazából ugyanott tartunk, mint ugye a normál áránál, igen. Csak hát milyen jó, hogy az ember látja. És ott van újra az akció, igen. Igen. Szóval igazából ezek azok, amivel... Ezek ilyen lélektani trükkök is egyben, amik hatnak ugye a háziasszonyok, hogy akció kérdés, hogy mennyi akció, igen, erről beszéltünk régebben. Robi, köszi, hogy elmondtad, érdekes dolgokat mondtál, köszi.
Ciao, hello, hello. Sziasztok. Hello. Köszönjük, köszönjük szépen. Ugyanilyen lélektani trükk lehet ez a toplista is. Mostanában, hát most már egy jó ideje azért láthatom mindenféle áruházakban, hogy toplistás termékeink. Na most láthatod ilyen toplistát? Persze, ott van érted az első 5 helyezett, akár mosógépről van szó, akár mondjuk valamilyen videó, vagy mint tudom én, valami filmről, Blu-ray-ről, CD-ről, DVD-ről, stb. Ők a toplistások. Ezekből fogy a legtöbb. Az nem jó, az nem hazugság ez a toplistás, mert ez tényleg toplistás. Tehát a toplistán, azon a toplistán van rajta, amit marha gyorsan el kéne adni. És akkor innentől kezdve ő nem hazudott semmit. Abszolút, igen. Kereskedelmet és marketinget tanulok. Esettanulmányból tudom, hogy a jobb kézre eső termékeket jobban veszik, ezért a drágább termékeket jobb oldalra teszik. Milyen érdekes. De ha állok egy hosszú pultnál, akkor ott mindig csak a szélén van, az esik jobbra, vagy hogy? Tehát mindig tudják, hogy hol állok, mert ahhoz képest, ami először balra esik, ha átállok annak a jobb oldalra, akkor a jobbra esik. Akkor a másik oldal. Igen, előre szeretelt felvágottaknál a tegnapi maradékra tesznek rá egy szelet frisset, itt van, amit mondtam, ha veszel belőle, tesznek rá egy újabb friss szeletet, és te csak azt látod, írta nekünk Csaba. Aztán tanulóként úgy kezdtem a napot, hogy a lejárt nyálkás virslit le kellett mosnom. A száraz kolbászt olajos kefével át kellett sikálni, hogy eladható legyen, és eladható is lett. Adri Baba küldte nekünk, ez egyébként egy sima kis éjjel-nappali volt. Azt mondja, hogy büfében a csemege pultnál a megmaradt tegnap-tegnap előtti szeretelt párizsiból, szalámiból meleg szendvicset kell készíteni. Uh-huh. Ez a szabály reszelt sajt kizárólag csak a lejárt szavatosságú lehetett. Volt, hogy a fele penészes volt, lereszelve egyébként, ezt már a kedves vevő nem látja. A lecsó kizárólag megmaradt paradicsomból, paprikával, de szeretnék ebben az éjjel-nappaliból, nem tudom mi, ez ebben a büfében reggelizni, nem? Hát azt mondják, hogy vízzel mosott kolbásszal készül. Penészes sajt nincsen, csak túlérett. Bizonyán. És az nemes penész. De ugye szép. Kék sajtot teszünk rá, még drágább. Fortöcsi. Jelentkezett egy hallgatónk, hírek után adásba tesszük, aki elmondta, hogy ha szeretnénk tudni, mit teszünk, akkor a grill csirkét veszünk, ő elmondja nekünk, meghallgatjuk ezt is. Nyilván nem általánosítva és nem örökérvényűen mondjuk azért ezeket. Vannak, akik azért ezt normálisan csinálják, persze, de kíváncsiak vagyunk, meghallgatjuk, és még rengeteg SMS, hogy mire kell vásárlóként odafigyelni. Na, mi pedig ugye érdekes dolgokról beszélgetünk tegnap magunkról, kicsit önkritikát gyakorolva, ki mibe eszik bele, ki miből csippent le, ha elmegy vásárolni, ki hogy tesz el magába egy zsömléti szeret a kivételnek, nyilván van, aki soha nem csinál ilyet, és így is van. Vágná le a jobb kezét, mint hogy akár nem egy darab mogyorót is megegyen, de ugye tegnap a Hogy trükköznek a vevők című adásunkat hallottátok, most pedig a Hogy trükköznek az üzletek, erről beszélgetünk, elsősorban élelmiszerekkel nyilván, és arról beszélgetünk, ugye a különböző áruházakban, kisebb-nagyobb hiperekben, éjjel-nappalikban, kisboltokban, kisközértekben milyen apró trükköket lehet úgy bevetni, hogy hát az ember ne vegye észre, hogy finoman meg van vezetve. Van egy hallgatónk, aki azt mondta, hogy szeretne néhány mondatot mondani a grill csirkéről. Akarjuk tudni? Nem. Én szeretem a grill csirkét, úgyhogy ne. Na, meghallgatjuk érdekes dolgokat. Mond Tamás, hello, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Hello. Itt is tegyük hozzá, hogy nem mindenki, nem mindenhol természetesen, de a grill csirke okot adhat arra, ha néhányan úgy gondolják, hogy csalni akarnak, hogy ezt megtegyék, nem? Nyilván nem szabad általánosítani. Na hát akkor kezdeném is. Én konkrétan nem csak a grill csirkéről szeretnék beszélni, mert biztonságőrként elég sok mindent láttam. Szóval voltam biztonságőr egy csirketelepen is, és amikor hozták a kicsi csirkéket, az kb. 3 hét múlán vágni vitték, mivel gyógyszeres vizeket meg satott vizeket kapnak. És akkor... Egy mondatodban volt annyi információ, hogy gyógyszeres vizet kapnak? Igen, gyógyszeres víz, meg tár, meg stb. Szóval egy nap előtte nem adnak neki enni, inni a csirkéknek, mikor viszik őket vágni, gondolom, hogy a szervezetükben ne legyen benne. Aha. Szóval nagyon hamar vágni viszik őket, és az a lényeg, hogy amikor feltuszkolják őket a kocsira, legyen az több ezer darab, viszik a vágóhídra, akkor egy jó pár százalat összenyomja magát, megdöglik, stb., és ezt az üzletlánc féláron veszi meg, abból lesz a grill csirke. Nem mindenhol azért, ezen mondjuk így ki, hogy igen, tehát vannak, hallottad azt, hogy valahol, tehát ez azért fontos, ugye, hogy nyilván nem mindenki, igen. Tehát a halott grill csirkéből, lesz a grill csirke. Igen, mert meg a műanyag szaga van persze, aminek egybe csirkét árulnak, és egy idő után lesz egy kis szaga, még abból csinál. Azért van ennyire befűszerezve, stb., és ez mind elnyomja. De a másik dolog meg a tésütik, amit egybe tálcán tudod benyomnak, és kisütik a sütőbe, sok helyen sütik a fék dolgokat, az egy héten keresztül azt szokták csinálni, hogy hátra tolják tálcán, lefriccelik vízzel, majd vissza megint a sütőbe, ezt héten keresztül egyfolytában csinálják, és akkor mindig friss marad. Ott van a saláta, amit nyíltan ki van téve, tudod, ilyen kis üveges vitrinekbe, hogy friss és zamatos, meg stb.
stb. Na, az átcímkézik, azt mindig átlatolják, azt is ugyanígy vízzel, azt is befriccelik, és ezt is egy pár napon keresztül sokat csinálják. Te biztonságőrként leselkedtél, hogy annyi mindent tudsz, hogy egyébként bemetél hátra, vagy? A munkádra tudtál figyelni közben? Kicsit sok volt a lopás közben, de az nem érdekel. Annyi mindent mondasz így, már szinte gyanús. Tehát, hogy miközben te örököttél és figyelted, hogy nagyon elvigyik a borotvapengéket, láttad, hogy négyszer tolnak be egy adag pogácsát és vízzel spricceli őket valaki? Vagy ezt honnan tudod? Figyelj, bejönnek átlag emberek vásárolni, mi már sok mindent a gesztusokból megtudtunk, hogy miket csinálnak, hogy van hány méter. Szóval mindent lehet látni egy emberen, hogy mit fog tenni, mit tudom, hogy 10 percben, mit fog elvenni. Szóval nagyon sok mindent van időnk megfigyelni. A másik dolog, hogy a pizza, hogy amit helybe sütnek, minden, aminek le van járva a szavatosság, legyen szalámi sajt, azokat a feltételeket teszik rá. És megint mondjuk azt, hogy nem mindenhol nyilván, tehát láttál ilyet, hogy ezt csinálják, nem szabad átársítani, ez mindenki csinálja, gondolom én, valahol van így, vagy van, ahol ezt csinálják. És amit te említettél, a szalámi, tudod, hogy szépen fel van szeletelve, és beteszik a kis pult mögé. Azt általában mindig persze forgatják, hogy a fény esetleg legyen feljebb. Ami kicsit megszárad, forgatnak egyet rajta, de egy valamit el kell mondanom, mert ez a rágondolok, akkor rám jön a mosolyás, hogy volt egy hölgyik, aki ugyanígy felszeletelt, és tálcára rátette szépen a szalámit, reggel volt, le volt a kúza még a rácsok, fogta a tenné befele, tüsszentett egyet rá a szalámira, hozott egyet a vállán, és fogta, betett a pult mögé. Szóval, amit szeletelve van szalámi, azokból nem, szerintem nem nagyon szabadna benni inkább. Ja, azért, na, itt sem lehet mondani, hogy minden szalámi letüsszentett. Tehát, hogy azért, minden szalámis lány megfázott. Ne vegyetek szalámit, mert minden szalámit letüsszentettek. A gyártás technológia részer volt a tüsszentés. Igen, tehát, hogy azért... Igen. Írja valaki, hogy élő csirkéből sehol nem csinálnak grill csirkét. Igaz, igen. De értem, hogy mit mondasz, hogy azokat a csirkéket, ahol összenyomták. Jó, köszi, hogy elmondtad, Tamás, ez is érdekes volt. Nagyon tájékozott biztonsági őr vagy. Egyébként érdekes volt ezt így hallani. Köszi, ciao. Hello. Jó, mondjuk a grill csirke egyébként, hogy ránézel magára a sütőre, és megnézel két egymás mellett levő csirkét, az egyiken látod, hogy az mondjuk ez még adott esetben egy tegnapi sütés, mert egy kicsit szottyadt, a másik meg mellette szépen telten forog. Tehát, nem, hogy az ízbeáztatták. Ja, tényleg, és megszívta magát. Jó, persze, nem kell mindent elhinni, csak érdekes ez a dolog, amit mondanak a hallgatóink. Nyilván nem mindenki csinálja ezt. Amit hozzáteszem, az igazi grill csirkét, azt egyáltalán nem fűszerezik semmivel, csak sózzák. Tehát, hogy az konkrétan erről szól. Csepeli zöldségesen nagyon kell vigyázni az eladóra. Figyelni, annyit dumál és bensőséges dolgokról szeretne beszélni veled, hogy közben cseverészel, észre sem veszed, hogy abszolút más összeget üt be. Voltam tanulja annak is, hogy más összegből ad vissza. Hatalmas a dumája, iszonyatosan jól nyomja, mindenkinek eltereli a figyelmét. Ezt Zsé küldte nekünk. Én nem hiszek ezekbe a marketinges dumákba, az egyetemet akkor hagytam ott, már mint a marketing szakot, amikor azt mondták, hogy a legkeresettebb termékeket a szemmagasságától számítva lefelé 30 fokkal kell tenni, mert a magyarok szomorúak, amikor vásárolnak. És lefelé néznek. Mekkora baromság. Ez az alapja a marketingnek. Ez van? Ne, ez van egyébként, hogy szemmagasságba teszed, hova teszed. Sőt, egy átlag magyar magasságot vesznek? Mert hogy ugye tudod, hát más látunk, szemmagasságomtól lefele 30 centit, de azt már nem látod. Azt mondják, hogy az átlag férfi, vagy az átlag nő, a 170. Valamennyi oda teszik, és az a 30. Persze a svédeknél meg az átlag magasságtól 30 centire fölfele, mert igen, mindenki büszke is örül a GDP-jére. Persze, hát ahogy az időjárásban is mások vagytok, nálad hegytető havazik, nálad a talajmenti fagy, ugye? Csak neked jó megint, csak neked jó. Hogy van ez? Vigyázik el téged, azért én nekem például az, hogy kék és a havazik, akkor a te fejtető is megállsz. Ha én kószálok a búzában, mindig bemegy valaki, és öltjévek vereget egy ízével, egy fedővel, egy lábost. Ugye vaddisznók jöjjenek. Nem, hogy legázoljon a kormány. Hajtsd ki az állatot, igen. Ha jó, hát érdekes dolgok ezek. Gyerekek, én hentes vagyok, csak azt adom el, amit én is megennék. Csúcsú írta nekünk, ezért mondtuk, hogy nem mindenkire igaz az, amiről beszélgetünk. Nem tudjuk, hogy Csúcsó mit fogyasztaná el egyébként. Tehát, hogy ez most így... Az meg a másik, igen. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Elkezdtük egy érdekes dologról beszélni. Ugye jön a tavasz, az emberek bámulják egymást, a csajokat megnézik, így mi van. Férfiak. Állítólag a csajok is megnéznek bennünket, és hát az internet pedig tele van gyöngyszemekkel, mert hogy minden önmagát jó palinak mondó férfi, vagy hát nem is minden, de sokan csajozási trükkökkel árasztják el a YouTube-ot. És hát ez, gyerekek, ez számunknak öröm, és mi ebben fürdünk, mert hogy lehet válogatni. Fél, tanulni soha se késő. Igen.
Csajozási tippek. Az első nagy sztárra néhány hónappal ezelőtt akadtunk, emlékeztek, ő volt a fonaljáró csávó. Igen. Hogy a, befűzöd a társas dinamika oktató. Az a társas dinamika, befűzöd a fejed tetejébe a madzagot, amit végighúzol a saját testeden, és mintha te azon lógnál. És ő mondta azt is, hogy nem adsz utat a babakocsis nőnek. Nem, hát, nem térsz ki. Nem térsz ki. Tehát ha terhes nő jön, ha babakocsi jön, te nem térsz ki. Ha mozgássérült, nem, te mész egyenesen előre. Tényleg, babakocsi, tolókocsi az volt. Nem térsz ki. Tehát véletlenül se engeded el a tolókocsit, véletlenül se engeded el a babakocsist. Ugye ő volt a fonáljárás nagymestere. Megszólaltattuk adásban, hát a beszélgetés inkább volt kínos, mint vicces. De kíváncsiak voltunk rá, hogy aki tényleg csajozási tippeket tesz föl az internetre, mégis milyen, ha élőben kell megszólalnia. Hát ő egy gyöngyszem egyébként. A megdöbbentő az, hogy vannak olyanok, akik elmennek az ő tanfolyamára. Uh-huh. Tehát vannak, akik tényleg súlyos 10.000-20.000 forintot fizetnek be, hogy meghallgathassák, hogy mi az a fonaljárás. És hát most is találtunk valakit, pontosabban te találtad, ugye? Igen. Kezdjük már ott, hogy mi az... Fent keresel ezeken az oldalak. Közelet az ötvezés, beütötted a YouTube-ra, hogy Megadett és csajozási tippek. Vagy mi van, Ramones, és azért nézzük rá csajozási tippekre, hát ha hallunk valami újat. Igen, hogy új Guts meg album, és aztán ezt dobta ki. De az egyik oldalon találtam, ott figyeltem fel rá, és hát például ugye a fonaljáros embernek a tudható be ez a dolog, hogy azóta én is odafigyelek ezekre a különböző kis oktató videókra, hogy hát, ha megint előkerül egy ügyel olyan kis, ahogy Balázs fogalmazott, gyöngyszem, egy ilyen önjelölt oktató, aki elmondja nekünk, hogy hogy tudunk például jó becsajozni, hát ugye jön a tavasz, az emberek nagy részét, a férfiak nagy részét ez érintheti. Hát, vagy csak leállhatni egy pillantást meg a súlyos, a hátrányos helyzetek. Igen, meg hogy kiprovokáld azt a mosolyt, azt a viszont mosolyt, amit eddig csak a foncsorba sikerült. Mondjátok meg nekem, ez egy magyar sajátosság, egyébként ugye a jó nők soha nem mosolyognak, és totálisan rezenéstelenek. Tehát én ha jó csaj lennék. Egyébként nem vagyok rossz csaj. Szerintem. Nem vagy rossz csaj. Mondani, hogy mi az, hogy komolyan mondom. Reggel is belenéztem a tükörbe, és arra gondolom, nem vagyok annyira rossz. Hogy én ha jó csaj lennék, és én szép lennék, én biztos, hogy nem azzal tennék még rá, hogy totálisan mísz vagyok, nem mosolygok senkire, és ha valaki, ne adj Isten, maga akár egy ronda pali is rám mosolyog. Megvető pillantásokkal undokul félrenézek, hanem felvarázsolnék reggel egy ilyen soha el nem múló mosolyt az arcomra, és magam köré tekerném a férfiakat. Magyarországon mi van? A de jó csaj... De ez nem túl debil reggeltől. Ja, ne, most nem így... Olyan csinos vagy, Gabi. Csinos vagyok, csinos vagyok. Úgy megfognám a seged. Nem erre gondolok. De hogy úgy tudod, ha egy csaj mosolyog, akkor egész egyszerűen még egy rondát is megszépít. De mit gondolok, hogy ez ha egy ilyen jó nő mosolyog, az meg gyönyörű. Hogy felkérési keringőre? Igen, hanem hogy azért, ő hogy a táptalaj, tudod, azzal, hogy visszamosolyog, mert te rámosolyogsz nyilván, ő visszamosolyog rád. És a kis rondaság még végig gondolja a dolgot, vagy tovább gondolja. De tényleg így van, hogy egy kevésbé dekoratív vagy szép nő is nagyon sokat dob, ha tud mosolyogni. Én imádom azokat a csajokat, akik nem szépek, de mosolyognak, és mondjak ellenük valamit. De hogy van az, hogy elmész egy szórakozó helyre, bemész a városba, elmész sétálni valaki, látsz egy jobb csajt, ugye most ki a jobb csaj, hát ez is ugye nyilván ízlés kérdése, de hogy az a büdös életben nem fog rád mosolyogni, hogy rád se néz, vagy ha rád néz, akkor egy ilyen megvető pillantást kapsz tőle. Nem? Hogy igen, mit akarsz? És már marad egy kis nyugodott önbizalom. Igen. Most miért kell? Igen, tehát én is megyek, sokszor ránézik egy jó nőre, hogy azt hiszem, hogy na majd most akkor, most dob egy mosolyt, tudod? Learatom. A házas ember vagyok, ennyi jut. Ennyi azért még jutott. Hát azokat a megvető pillantásokat, amiket te jó nőktől be tudsz gyűjteni. Nem? Mit akarsz? Te kis nyomorolt, te kis morzsa. Igen, és egyből úgy érzed magad, hogy Jézus Isten. Hát te összemész kicsire, és gurulsz meg tovább. Ide fújt valami szemetet a szél. Hogy van ez? De nagyképű a jó csaj. Tisztelet a kivételnek, mert hogy vannak jó csajok, hogy mosolyognak, de egy több jó csaj nem. Miért nem? Nagyképű arra, hogy ő szép. De arra vannak elszállva. Nem. Szerintem igen. Szerintem valamelyik tart attól, hogy tényleg tovább gondolod, és akkor beindul egy ilyen nem akart flört, vagy de, ilyesmi. De mi? Akkor mert annyira akkor tudja, tovább. Hogy minden férfinak egyre jár az. Ezért nem mosolyog, ezért vagyok mindenkire kicsit undok, és ezért vagyok olyan kicsit olyan megvető pillantásokat nem, dobok mindenkinek. Nem, téged utálnak, viszont Feri. De most tessék, rátok a jó nők mosolyognak? Tehát aki igazán jó, mert én 10-ből 8-szor azt látom, hogy soha. De nem csak rám, utának a barátai megyünk valahova, a jó nő az ilyen nagyon mi. Vonul a szórakozó helyen, vonul itt, vonul ott. Tisztelet a kivételnek.
Nem, ez egy általános jelenség. Nem mindig, és én egyébként olyan szívesen mondanám nekik, hogy tényleg nem azért kellene, hogy visszamosolyogjál, mert hogy akkor majd elmenjünk ide hátra a pult mögé, vagy a göngyölek hát közé, kicsit. És akkor bármi, esetleg még ez is benne lesz. De hogy egyszerűen csak azért, mert nekem, én is örülök neki. Én is örülök neki, tehát egy tök jó pozitív visszajelzés meg. Rámosolyogsz valakire, és nem mosolyog vissza. Az olyan fura. Az egy picit fura. És most akkor bánt jobban, ha jó a nő. Nem, én már nézek egy kocsiba, én mosolyog, átmosolyog, hát semmi, elfordulnak. Hallod? Hát akkor viszont tényleg el kéne gondolkozni. Én ezt minden nap átélem. Nálad lehet, hogy az van, hogy jó van, néha, mit röksz, igen, fiát multipla, és akkor mi van? Ez legalább kivap fizetve, rohadj meg, rohadjál meg! Igen, te szemét gyipes. Nem, tényleg így van, amit beszélünk a hírek előtt. Nem értem. Bár csaj. Én megnézem. De én nem csak átnézek, jó egy kicsit, nem flörtön, csak egyszer megnézem. És így átnéz, és így vissza. A kevésbé szépeknél aratok. Aha. A nagyon csúnyáknál egész jó vagy. Igen. Maga vagy egy félisten vagy. De egy nő minél csinosabb, vagy minél szebbnek gondolja magát, annál undokabb. Basszus, ezt nem értem. Tudja, hogy szép. Igen? Ennyi. Tudja, hogy szép, és hogy annak szól. De vannak azért jó csajok, akik mosolyognak. Na, Jani talált egy tesztet, ami hát ebbe bele kell hallgatnunk, zseniális. Csajozási tippek. Adja ezt egyébként egy olyan férfi... Hát most mit mondják róla? Mondd el. Felvezeti zenétől. A hajbatúrás dominancia teszt. Öcsisaj. Figyeljetek, ezek a szavakat, ezeken, igen, hogy keresik? Mi volt a fonaljárónál? Ő micsoda? Társas dinamika. Társas dinamika, itt meg akkor ez a hajbatúrás. Figyelj, ez tudomány. Ez tudomány. Igen. Na, hajbatúrás dominancia teszt, ez így néz ki. Belehallgatunk egy kicsit. Az egy úgynevezett kinoeszkalációs teszt. Hogy mi, bocsánat? Kinoeszkalációs. Végignézted a videót egyébként? Persze. Igen, nem mindent értettem belőle, például ezt a szót sem. Jelentsen a szó bármit is, igen. Szaglászás tesztről ugye volt szó, nagyon hasonló. Mert van szaglászás teszt. Úgy hívtuk, hogy a hajbatúrás teszt, amikor fogod egy lánynak, és a hajába túrsz. Áll mellette egy lány, akit most finoman megrángatott. Tehát a lány konkrétan könyvbe lábadt a szeme. Képzeljétek el egy nőt és egy férfit egymás mellett. A pasi egy ilyen márványkoptatott farmer van, egy két számmal kisebb zakóban, egy nem túl szép fekete inkben egyébként. És áll mellette egy csaj miniszoknyában, aki ő demonstrálja a hajbatúrás tesztet. És ugye? Egy picit egyébként az úriember, azért nem egy ilyen slank alkat, picit azt hisz az ember, hogy a következő pillanatban dob rajta egy kaszáló csípőt már, mint a lányon. Tehát ott nem érzed azt a kis finomságot, meg látságot. Meg kicsit olyan előre lohanós ez a technika, nem? Tehát, hát, hogy ő odalép konkrétan, tehát hogy nincs az, hogy így valahogy oda kerül a nő mellé, hanem egy határozott lépés, beletúr, azt várom, hogy a fejét így hátraszorítja egy kicsit, és igen. Azonnal megtör. De most komolyan, tehát hogy itt valószínűleg az történt, hogy már megkapta azt a mosolyt, amit mi hiányolunk reggelenként. Tehát ők az elején már túl vannak. Képzeld el, a pékségben, az újságosnál nem tudom hol. Megvan a mosoly, odalépek, hajba túrok. Igen. Na figyelj, hajba túros tesz, folytatódik. Azt már elmondtam nektek, hogy a nyaktájék egy nőnél, ez egy nagyon érzékeny terület, tehát itt ez a rész. Na most, hogyha beletúrsz a hajába, azt mondjuk kombinálhatod a szaglászás teszttel, amikor... Ne, ezt nem hallottam. A Fari odahajult a csaj a nyakához, és beleszagolt a nyakába. Ezt valaki komolyan gondolja, hogy ez működik. Hát szerintem... Ismeretlen nőnél. Kimegyek a folyosóra, az elsőn kipróbálom. Figyelj! Anyád! Rizses lecsó! A kedvenc! De hogy most komolyan? De döbbenet, hogy ezekkel tele van az internet, és szerintem egyébként ezt fiúk megnézik, és ezt utána alkalmazzák. A Pali odahajol a csajhoz, megfogja a nyakát, beleszagol a nyakába. És csinálsz egy olyan kombinációját, amikor egy kicsit jobban beletúrsz, most erről mutatom, kicsit jobban beletúrsz, és egy picit, tehát finoman megmarkolod a haját, jó? Tehát nem durván, tehát nem az a lehúzott, hanem csak egy nagyon-nagyon picit belemarkolsz a hajába. Most ez egy... tudatalatti dominancia jelzés.
Hát mi... tudatalatti? Aha. Gyerekek, ki az a Domján László? Mi az az agykontroll? Na most... Tehát egy tudatalatti dominancia jelzés. Hát tehát gyerekek. Hát José Silva sehol nincs az agykontroll kitalálója. Igen. Nem? Igen. Tudatalatti dominancia jelzés. És ha már egy ilyen brazilos nevű fiatalembert említettél, innen már tényleg csak egy pillanat az, hogy könnyökkel rátámasztasz a szegcsontjára, és belerántod egy hízagerébe a fejét. Hát, hogy azért basszus. Tudatalatti dominancia teszt. De mégis óvatos. Jó? Tehát itt nagyon vigyáznod kell arra, hogy ezt nem szabad erősen. Jó? Tehát ez finoman. Vagy hogyha mondjuk biztos voltál már olyan szituációban, hogy a barátnőddel szexelt, és akkor elkapott titeket a szenvedély, és akkor jó. Mondja ezt egy kopasz, körszakálas, kinőtt zakós pali. A legszebb az egészben egyikén, akinek semmit nem hiszel el. És a ne? Csaj látványosan unja mellette és a dolgot. És a kislány nagyon unja mellette. Picit ez a biztos voltál már vele, te úgy. Igen, biztos voltál már vele úgy, hogy szexeltél a barátnőddel. Hát, megesik. Hát előfordul, de sokat előfordul. A hajába, és az olyan jó érzés volt. Az is lehet, hogy mondjuk neked van hosszú hajad, és a barátnőt túrt bele. Ugye, tehát ennek, annak van egy feelingje. Na most, ugyanígy, hogyha a lány már adott neked finom érdeklődési jelzéseket, akkor nyugodtan jöhet a hajbatúrás teszt, amit legjobban a szaglászás teszttel tudsz kombinálni. Tehát, hogy amikor megszagolod, akkor beletúrsz a hajába, és egy picit, tehát csak ilyen nagyon finoman megszorítod. Nem kell szokni. Várjál. Te ezt végignézted, Jani, egyébként? Persze, de nagyon élvezem. Tehát itt 10 perc arról beszél, hogy szorongatod a csaj nyakát. Így van. Azért az elsőre szerintem azt megnézné egy nő, amikor a diszkóba egy pali elkapja a nyakát. És nem, nem szimpatikus. És finoman belehajolsz. De ő egyébként szaglásfetisiszta, azt nem tudom. És úgy szimatolod meg. Jó? Jó. És nagyon jó. Itt megint csak kiváltasz a nőből egy összönös érdeklődés jelzést. Egy... Ez a csávó kutya volt előző életében? Vagy? Tehát ez a körbe szagolgatok azonnal mindenkit? Igen. Áruld el az a vége az anyagnak, hogy lepisili, vagy mi? Mi történik? Igen. De figyelj, és az érdeklődés, amit kiváltasz a nőből, akkor ez itt mi? Tehát az, ki ez a hülye? Tehát, hogy most komolyan, tehát, hogy el tudjátok képzelni, hogy amikor találkozol egy nővel, és mondjuk mit tudom én, volt egy-két oda-vissza pillantás, látod rajta az érdeklődést, látod rajta, hogy nem utasít el, odalépsz. A bemutatkozol? Azt mondta, hogy be kell mutatkozni ne, szaglás nem, előtt? A szaglás előtt? Jaj, mert se a hülye ízés maradé, mi? Többen kérdezik, hogy ő a fonaljáró-e? Nem, ő nem a fonaljáró. Nem. Arról beszélünk, hogy az internet tele van önjelölt, igen, csajozási tippeket adókkal, hát ő egy másik egyébként. Érzékelni fogod, hogy tetszik-e neki, vagy nem. Tehát, hogyha tetszik, akkor megérint, mosolyog, közeledbe marad. Ha nem tetszik neki, akkor itt fog vágni egy arckifejezést. Na jó, de jó? Én ezt nem akarom megvárni. Ez most menj oda, szorongasd meg a nyakát, ha bejön, ha nem pofon vág. De sok szabolj meg. Mondjuk, gyerekek, én kezdek a sráccal lenni. Hát az igen. Összes macerát ezzel kiszűröd. Igen. Érted? Mert kiderül, aki ezt bírja, az első percben kiderül, aki ezt kibírja, azzal lehet valami. Ha itt ezek után pofon vágnak, akkor nyilvánvaló, hogy mész, és a következőbe szagolsz bele. Nem? Egyébként nincs vesztenivaló. Ezzel már azt tudod letesztelni, hogy itt már valahol a piramisnak a közepén állsz, hogy érdemes-e gyorsan kezdeményezned, vagy visszavenned a tempót, és szép lassan. Nem hiszem el, hogy ezeknek valaki elmegy a tanfolyamára. Én nem gondolnám, hogy ezt te megnézed, és azt mondod, hogy igen, itt van azért taníts! Taníts! Nem. Hogy kell egy nő, egy ismeretlen nőnek megszorongatni úgy a nyakát egy szórakozója, hogy tuti, hogy pofon már. Ez azért van, mert neked nincs mit tanulod, te már a piramis közepén állsz. Tehát egyszerűen nem életszerű, nem, hogy nem életszerű, nem hinném, hogy ha én most vele elmennék szórakozni, ő föl tudna szedni bárkit is. De tényleg, nem? Hogy oda menne, jó dumát nyomna, fizetne egy mohítót, és a csajok zabálnák. Tehát ezzel a körbeszagolgatós, hajszorongatós tesszel. Még erre a hajbatúrás is mindig mást hallok. Tehát, hogy igen. Ez a hajbatúrás teszt is nagyon fura. Kell fülelnem, hogy azt hallom-e, amire gondolok, vagy nem. Tehát amikor már letesztelted, nem tudom, intim zóna tesztel, puszi tesztel. Intim zóna teszt. Azért mondom, a itt puszi van. Teszt az angolul puszi teszt, vagy igen. Magyarul puszi teszt. Vagy az nem mindent, hogy mi a puszi teszt, in English, vagy magyar. Van az intim zóna teszt, és a külföldi nézőknek pedig... Puszi teszként apostrofálnám ugyanezt. Gyerekek elképesztő. Tényleg elképesztő. Egyébként a szemüsegel, sajnos nem volt rá időm azt megnézni, de az is szaglásból indul. A puszi teszt? Persze. Igen. Jó, szóval gondolom a puszi teszt, adsz neki két puszit. Jó, oké, nézzük tovább még, van a puszi teszt, mit mond még? Várján. Érdeklődéseket, vagy úgy alapból látsz rajta érdeklődéseket, és olyan a helyzet,
hogy bedobod mondjuk a szimattesztetet, szaglászat ez a csávó tényleg kutya volt. Ez előző életében egy dándog volt. Biztos, ez szimatteszt, szaglásteszt. Több száz bizsla lájkolta már az oldalát. És imádják a francia buldogok is. Igen, de tényleg. Tehát... Na, és azt kombinálod a hajbatúrással, és arra is érdeklődésjelzést kapsz, az azt jelenti, hogy a kezdeményezést felgyorsíthatod. Ilyen egyszerű. De hát akkor... Aha. Na igen, ez már hagyjuk, mert ez a reklám része van. Testbeszédről, flirtről és szexuális kommunikációról. Akkor nincs más dolgod, mint a videó... Na és így. Nagyon jó. És nyomja. Van DVD is. Hívd, izé, csörög, vedd meg DVD 5000. Hihetetlen. Elmész? Már elmentem. Ez egyszerűen csodálatos volt ez a videó. Egyszerűen csodálatos. Mennyi mindent tanultunk megint. Nem, két oda... út között, vagy két ember között a legrövidebb út a szaglás. Ja, hogy go... ne, abban egyébként van valami. Tehát abban van valami. Pont most jelent meg valamelyik oldalon egy cikk, hogy te férfiként, nőként megérzed a feromont, és érzed, és ha te ránézel egy nőre, akkor ugye, ha te őt megkívánod, az azt jelenti, hogy az órod már bizonyos szagokat észlelt, illetve a tudatalatti, tehát nem arról van szó, hogy jó a parfüm illata, hanem érzed a feromonokat, működnek a hormonok. Tehát te szaglás iránt kezdesz el egyébként tetszeni egy nőnek, és éppen fordítva. Tehát neked, ha bejön egy nő külsőre, nem tudod, hogy mitől jön be, az állítok azért van, mert hogy érzi az orrod, és a tudatalattid azokat a hormonokat, feromonokat, amit mondjuk áraszt magából egy nő vagy egy férfi. És hát ebben van valami, de ez nem az, hogy körbe szagolgatom egy szórakozó helyen, miközben erősen szorongatom a nyakát. Tehát ezért a kettő nem ugyanaz. Az a baj, hogy nálunk kevés a nő, de én rendszeresen érzem azt, hogy amikor az Ákos bejön például a stúdióba, szinte felök le a tesztoszteron szintjével. Mindig hátra kell csúsznod. Igen. Igen, na mindegy, hát ez nagyon jó. Jó, drága hallgatók, írjatok nekünk kísérleteket, jó? Villamoson átnézés, rámosolygás, autóból rámosolygás, mit mondott? Oda mentél hozzá, megpróbáltál vele ismerkedni, átnézett feletted, és köszönt a barátjának. Tehát olyan pillanatokat várunk, amivel ugye most hát tele van a világ, és minden nap megtörténik, jön a tavasz, vetköznek így a csajok, mindenki mosolyog, mindenkire kívül, a jó nő vagy, mert akkor szerintem kevésbé, ugye? És kinek milyen tapasztalata van? Mi történt az első puszi, az első szaglás, illetve az első puszi szaglás? A nagy-nagy puszit, ezt így van. Kiig csajozunk? Tessék? Kiig, ami kiérünk a reptéren, az egy a éve mosolygós. Egy éve nem volt mosolyom, úgyhogy gyerekek, én velem rossz lóra tesztek, Janit bedobjuk rá, biztos. Én velem megyek. Te gyerekek, nálam zéro. Az utolsó egy évet az öt kezemen, ja, annyi nincs, az öt három lábamat meg tudom számolni, 10-ből 8 mondom, elfordul. El kell azon gondolkoznom, hogy öregszem, vagy újra melíroztatnom kéne, nem tudom. De ugye, azért mindenek megvan a határa. De hogy velem nem jártok jól. Hol találkozunk csajjal útközben? Hát úgy érted, hogy a piros lámpánál átnézel. Ja, mert de csak gondoltam, hogy mindig biztonsági őr kislány most nincsen bent reggel, neki el tudnánk keresztelni mosolyt, de neki hivatalból morcosnak kell. Igen, ő nem már találkoztam vele, mert egyszer most ugye most taxival járok, és én is az ajtó jövök be, én eddig sose láttam, mert mindig a másik oldalra jövök. Tök mosolygós, helyes csaj egyébként. Csak neked nem szól, Jani, a mosoly. Ezek szerint. Hallod? Rámosolygott. Lehet, hogy átmögöttem valaki. Nem tudom, az utóbbi egy évben már simán arra gondolok, hogy biztos állnak mögöttem. Na, hát mi meghallgattuk ugye a csajozási tippeket egy újabb önjelölt, nem azt mondom, hogy őrültől, de egy csajozó géptől tulajdonképpen, és... Mr. Nózitól. Mr. Nózitól. A nagy... szaglás fetisisztától. Igen, a szagolgas körbe szimatold meg, csináld meg a nagy puszitesztet, markolja hajába, csupa-csupa érdekes dolog. De hát ha valaki kezdő, akkor akár ezt is ki lehet próbálni. Éppen most próbáltam a buszon a hajbatúrás tesztet egy szimpatikus hölgyen, de sajnos a férje fel, és olyan baflást adott, hogy szikrákat látok. Üdvözlöm a videós oktatót, Jóci küldte nekünk. 42 éves Jócsaj vagyok, nézőpont kérdés, és igenis, én még mindig mosolygok. Tereiné Csonka Mária a Facebookon megnézhettek, és döntettek. Szép napot tavaszol. Már megyek is. Én is. Nézzétek meg. Mosolyogtunk egymás a villamoson, majd elővettem a nagy kijelző számológépem, és beírtam a számom. Ránézett, elmosolyodott, és beírta, sose hívott, utána néztem, hogy elírtam. Hát az igen. Oda léptem a csajhoz a villamoson, megszagoltam a nyakát, pofonvágott, elkaptam a haját. Most mit kell csinálni? Ott állnak a kombinón a blahára. Igen, visszamosolyog. Valamit csináljál, mert igen. Gyorsan szagold meg még egyszer. Hát, ha kevés volt a szaglás teszt. Igen. Fiúk, miért nem mosolyognak a jó nők? Hát az ilyen idióták miatt szerintetek már félnek kijönni az utcára. Jaj, szegények. Uh-huh. Szegények. Hát ez szörnyű lehet egyébként. Borzasztó lehet nekik bent. Igen. A leeresztett redőnyök mögött ott egy sarokban.
Igen. Szűkölni. Szűkölni, igen. Nem tudunk kimenni az idióták miatt az utcára. Ültem a villamoson, eszembe jutott egy picit vicces sztori, elkezdtem picit mosolyogni, a velem szemben ülő pasi azt hitte rámosolygok, felbátorodott, beszólt, hogy nagyon szép vagy, elkezdett volna beszélgetni. Igen, szerintem ettől félnek inkább. De egyébként én amikor beszélgetek jó csajokkal, és egy kicsit mészek, és valahol találkozom, vagyok, mindig mondom, mert hogy annyian nyomulnak. És mondom, figyelj drága, gondolj arra, hogy egyébként 170 kilós lennél, reteltesen oda, még büdös is. A kutya nem nézne rá. Miért nem örülsz, hogy szép vagy? Gondolj erre, de hogy ez mekkora, mert mindenki oda akar jönni, mondom, figyelj, és ha ronda lennél, nagyon kövér, és izé nem akkor nem jobb így. Nem, de nem így van egyébként? Dehogy nem. Meg szörnyű meg, teher egyébként, hogy túl jó csaj vagyok, mindenki ismerkedni akar, de örülj neki, hogy szép vagy, mosolyog. Hát ez egy eszköz, amivel lehet életen, nem kell elszállni, nem? Hogy most akkor de nagy lehet, szép hogy ez vagyok. A valamiért mindig sírni kell? Tehát ha jó nő vagyok azért, ha rossz, akkor azért. Hány olyan nő van, aki például örülne annak, ha valaki rámosolyog? Nem? Persze, meg egyébként meg az, hogy csinosan meg szexin felöltözködnek, akkor tudnom kellene, hogy az csak a jó pasiknak szól? Tehát, hogy hogy hívják oknak, a kicsit lepattantabbaknak, a kicsit kevésbé kigyúrtaknak, kevésbé jóképűeknek, kevésbé szolizottaknak. Nem szól. Nem szól. A jó pasiknak meg szól. Igen. Aha, ezt tudni kéne. Igen. Hello, Bali, tegnap a taxiból rám mosolyogtál a taxiból. Ennyire ronda vagyok. Én voltam ennél a fickonál 20 000 ért egy napos csajozós tréningen, ne hívjatok. De kár, pedig milyen szívesen felhívnám. Elég annyit írsz, hogy bejött vagy nem. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.